És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. És kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha melóban van, csak pirítod a hasad. Valami terrász magához húz, lehetsz már korán, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Feri, Johnny, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, jó sziasztok! Reggelt! Hello, Feri! Hello, srácok! Szevasztok! Utolsó hét? Utolsó hét, így van. Utolsó hétfő. Igen, utolsó hét, utolsó hét, tényleg. És az utolsó hétfő. Mármint reméljük nem az utolsó, csak úgy az utolsó, hogy itt az utolsó. Aha. Igen. De hogy mi van? Hogy ki tessék? Igen, mondjuk, hogy az elmúlt hétvégén elég sokszor tettük fel ezt a kérdést, de hogy mi van? Hogy vajon mi történik? Hogy mi történik körülöttünk? Realitás az, az emberek miért csinálják azt, amit csinálják? Igen, realitás, ami történik körülöttünk, vagy csak egy nagy álom, ami történik körülöttünk, de realitás, ami történik. Mi újság otthon? Minden a legnagyobb rendben, csodálatos hétvégén vagyunk túl, vasárnap napsütés, márhogy ez a tegnapi nap, nagyon jó idő, szombaton ilyen kicsit szötymörgős sztori volt, de szerintem azért novemberhez képest remek. 6 éves lett a lánygyerek, ezt már mondtam, egy kívánsága volt. Na, Isten éltesen sovány. Hogy sovány, de hát eszembe jutott. Isten éltesen sovány? Nem sovány. Isten éltesen sovány? Isten éltesen sokáig a kicsi. Nagyon kedves, hogy így növeled az önbizalmát, hogy sovány nem az. Nem az, egy egészséges lánygyerek. Az a baj, gyerekek, hogy 6 évesen már kívánságai vannak a fiúknak, lányoknak, és Pannának egy kívánsága volt, mondta, hogy őt nem érdekli nagyon semmi, nem kell neki semmi, egy dolgot viszont nagyon akar, ez pedig az, hogy ő már pedig Vidám Parkba akar menni. Mit csinálsz ilyen? Hát, ugye? Azt hittem, hogy egy hologramos autogramkártya, vagy bankkártya, nem ilyen az anyjának is. Az már van neki. Az már van neki. Mit csinálsz ilyenkor? Hát, ugye nincs más, mert nekünk most nincsen éppen jelen pillanatban. Próbálkoztam kimenni a fővárosi állat és növénykertbe, mert ott még van egy-két játék, de mondta, hogy ezt ő érti, de az kettő, és azért nem nagyon érdekli, meg ott voltunk már 2-3 héttel ezelőtt. Viszont akkor neki kell Vidám Park, úgyhogy elmész ilyenkor Bécsországba, beültünk az autóba, mondom, mégiscsak. Wow. Hát, Práter, azon a legközelebb. Tudsz másik Vidám Parkot? A Ausztria, kenguruk földje, az nagyon. Práter? De hát még akart egy paphoz menni. Egy kráter? De miért ment egy kráterba? Mert úgy gondoltam, hogy akkor tudományos ismeretterjesztő utazással is egybekötjük a dolgot. Elmentünk oda, hát már ők se úgy üzemelnek, mint nyáron, mert itt a hideg, gondolom, hogy ott is kevesebben vannak, úgyhogy egy csomó mindent bezárt, de azért volt lehetőség játszani. A legnagyobb turista átverés, vagy hát ilyen práteres átverésbe estünk bele. Van egy nagyon kedves aranyos bácsi a hátsó részén a Práternek, ahol zoknival dobálás esete forog fent. De nagy klasszik. A nagy klasszikus, hát régen volt ugye a légpuskás, azt nem lehet, gondolom, nem tudom, most nem voltak nyitva, és van az, amikor konzerves dobozokat pakolnak föl, rettenet mennyiségű állat van kitéve, ilyen plüss állatok, fölcsillanó szemmel rohannak oda a gyerekek, a bácsi nagyon kedvesen mosolyogva int. Én mondtam, hogy nem, srácok, ne menjünk oda, mert ennek tudom, mi lesz a vége, de a két gyerek már ott volt, és azonnal a bácsi a kezükben nyomta a kitömött nagy zokni labdákat, hogy akkor azzal lehet dobálni. Ahogy odaértem, felsikoltottam, egy dobás 1 euró, ez így önmagában ugye nem sok, mert az 300 forint, hát nyilván elkezdesz dobni. Azonban elkezdődik a dobálás, és vérszemet kapsz. Mert csak akkor jár ajándék, hogyha az összes gulát ledobta, vagy az összes ilyen... Kör alakú fa gulák, erre igen. Kellett dobni? Az. Kékre festve, lepattant festékkel? Ez az? Ez. No, hát ez figyelj, ez Vidám Park egy az egybe. Kör alakú gulákra, amik így piramis alakban vannak föltéve, mindegyikkel lepattant kicsit a kék festék, és el kell találnod. És minél jobban eltalálod, annál jobban ledől. És az a jó, hogy minél több festék van róluk lepattanva, annál inkább látszódik, hogy az nem fából készült, hanem valamilyen olyan anyagból, ami az univerzum egy távoli pontjáról származik. Ami gyakorlatilag nem, hogy ilyen zoknikkal ledobálható, hanem páncélökörrel se lehet lelőni. És először fölfelé dobsz, mert azt hiszed, fölfelé jó dobni, aztán rájössz, hogy középre kell dobni, és igen. Akkor leomlik az összes. És tudom, a legvégén pedig rájössz, hogy gyakorlatilag bárhova dobhatsz, mindenről visszapattan. De sose omlik le. Nem fog leomlani, mert a világ legsűrűbb anyaga van benne, tehát egy olyan gula az 5 kiló legalább. Na, és ugye én is vérszemet kaptam, mert a két gyereket felraktam a pultra, hogy akkor dobáljanak ők. Ahogy számolgattam, 20 eurónál
Tehát a 20. labdánál, amikor még mindig csak 2 darab, hogy hívják, gúla, vagy 2 darab ilyen alkatrész. Plusz benzinköltség. Dölt le, hát az már régen benne volt a pakliban, akkor mondtam, hogy ezt nem hagyhatom. Innen az én gyerekeim nem mennek el ajándék nélkül. Hát a végfizetés az 50 euró lett, gyerekek, az 15 ezer forint, és... Atyaisten, csak a dobálás, vagy az egész? Hát másra nem ültünk föl, nem gondolod. Mondom, ez elég a születésnapi ajándék, mert elkezdtek dobálni a srácok, és apa vérszemet kapott, hogy nehogy már ne vigyünk el ajándékot, tehát én fogok dobálni, úgyhogy odaálltam, ezzel a szemmel el tudod képzelni, de mondom 50 euró, és amikor már mindent ledobtunk, akkor Soma még utána dobott 4-et. De mondtam neki, hogy ez az volt. Nagyon jó. Nagyon okos, nagyon, vagy. Jó. Nagyon okos. És amikor a fater észrevette, hogy a másik oldalon is a fater áll be, akkor abban a pillanatban bekapcsolták az elektromágnest, ami még inkább egymáshoz vonzotta az agyagokat. Úgyhogy az lett, hogy 50 euróért sikerült 2 darab olyan plüssállatot megszereznünk, aminek darabja szerintem 2 euró lehet körülbelül. Bocsáss meg az őszinte együttérzés. Igazi hülye. Ennyire kivettek hozzám a kertbe legközelebb, én fölállítok neked ott egy kempingasztalt, kirakom nektek gúlából, és dobálhattok hajnali. Én 25 eurócentért is vállalom ugyanezt. Ha kell, összeszedem, adtok nekem 20 eurót, dobáltok a kertbe, én meg üldögélek ott, és nézem, és sütök lángost. Tehát ezért nem menjetek el. És nektek tökre De most mit mondasz a gyerekednek, aki tényleg szilinapos? Hát semmit, hát semmi. És ugye odaálltam én is, mert mondom, ha már dobálunk, akkor viszont vigyünk ajándékot, tehát egy 1 eurós ekkora, körülbelül 20-30 centi magas plüss nyulat szereztünk meg, és egy kicsivel kisebb fehér plüss kutyát. Ez 50 euró, mondom, darabja szerintem 2 euróért kapható bárhol. 50 euró, mondtam, hogy akkor itt a vége a bulinak, dobgenre már egyet ültetek, eldobáltunk 50 eurót, mehetünk hazafelé. Úgyhogy nagyon jó sikerült a születés. Én akkor egyetlen dolgot tehetsz, Feri, azt mondod, hogy elmegyek váltani, és nem jössz vissza többet. Eltűnsz, felszívódsz, és sose jelensz meg többet, igen. És ők dobnak, aztán elfogy a pénz. Igen. És küldök egy SMS-t. Ez kemény, hogy el kell menned külföldre, hogy dobálhassál ilyen gúlát, nem? Mert nincs Magyarországon egy vidámpark. Azért ez... De ezt pont te mondod. Te szántattad be a vidámparkot. Ez igaz, én ítéltem azonnali bontással, de azért a belegondolsz, tök durva, hogy akarsz egy ott vidámparkozni, és el kell menned külföldre, hogy tudjál egy ott vidámparkozni, nem? Mert Magyarországon nincsen. Most vannak ilyen kisebb búcsúk, ahol ezek vannak, de nagy, igazi vidámparkunk tulajdonképpen nincs. Csak ide jön egy holland vidámpark. Miért nincsen egy nagy nemzeti vidámparkunk? Mert azonnali bontás volt. De egyébként a Práter nagyon menő. Én voltam, van egy hullámvasút, ami hátrafelé megy. Először megteszi előre, és egy dupla síren mész föl, és úgy érkezik föl a hullámvasút, hogy háttal ülsz a menetiránynak, és utána háttal elkezdi ugyanazt megtenni. Az de nem akkor volt már nyitva? Nagyon sokan kiabáltak egyenruhás emberek, hogy őrizzék meg a nyugalmuk. semmi baj. Semmi probléma. Kérem, őrizzék meg a nyugalmuk. Teljesen természetes, hogy a hullámvasút háttal megy. Ez így van. Senki sehova, illetve hát amúgy se tudnának meg. És most fejjel lefelé. De szerintem ez nem vizionáltam. Van ilyen hullámvasút, hidd el. Ez nem csak az én saját vízióba fejembe, hogy háttal ülök egy hullámvasúton Bécsbe, hanem van ilyen, és tényleg háttal ülsz. És először mész előre, aztán mész háttal. Csak az a rossz, hogy nem állandó jegyed van, hanem mindenért külön fizetsz, és itt jössz rá, hogy ez mekkora átvágás. Mert legalább a magyarban megvettél egy napi jegyet, és csak néhány dologra fizettél. A Práterben egyáltalán nincs belépő, vagy nem, van? Nincs, van egy kicsi nincs, belépő. Nincs. Olyan, mint egy nagy park, de még aztán külön fizetsz mindenre, és a végén sokkal rosszabbul jössz ki. Tehát az osztrákok sokkal cselesebbek. Sokkal cselesebben csinálják ezt. Ilyen másfél eurótól indul, az ugye az egyszerű játék, és igen, aztán fölmegy, azt hiszem 4,5-5 euróig egy belépő. Uh-huh. Tehát van, ami 4,5 euróba kerül. Meg hát igen. 50 a két plusz állat, de ezt hagyjuk, el akarom felejteni. Hazamentem és elégettem őket. Igen. De hol vannak a plusz fügörák, és mi ez a fura égett műanyag szag? Jaj, két szem a hamuban, mi lehet ez? Igen, és a gyerekek már rájöttek a kocsiba, hogy már ott nem akarnak vele játszani, mert addig volt izgalmas, tudod. És utána már nézzünk valami más játék után. Ezt nagyon igen, ismerem. És akkor ott jelkezik, hogy megnézzük a hátra. De hát mini hódmezővásárhelyhez van. Igen, határoz közeli kisfaluban gyártották, igen, a magyar oldalon. Na jó van, hát figyelj, meg kell tenni, én azt mondom, a születésnap is, hogy szeretné, akkor el kell menni. Tehát, hogy nincs mese, ha Práter. Nem aztán felülnek, kirepülnek, kamaszok lesznek, lázadnak, megöregszünk, úgyis meghalunk. Úgyhogy azért nem, de el kell menni vidámpart. Kicsit hamar lezártad a sztorit. Igen, kicsit előre szaladtunk az időben. Aztán kamaszodnak, ellened fordulnak, titkaik lesznek, aztán már nem beszélnek meg vele semmit. Ők is meghalnak, aztán az unokáik is. Így van, aztán egy újabb generáció, ők is vidámparkba akarnak. Az egész univerzum önmagába omlik vissza, össze. De nem, tényleg pont tegnap beszélgettünk erről valakivel, akinek szintén hasonló korabeli gyerekeink vannak, hogy ilyenkor kell a legtöbbet ott lenni.
mert hogy aztán tényleg barom gyorsan fellőnek. De az ott az hol? Valahol máshol? Igen, nem úgy értem, hanem sokat velük, mert aztán tényleg pillanatokon belül fellőnek. Hát ilyen filozofikus mélységekbe hasítottunk tegnap este, hogy erről beszéltünk. Úgyhogy Feri, visszatérve a Vidámparkra, jól tette. Minden nem szabad ezt megtenni. A születésnapnál ez megtehető. Ez így nagyon ez, jó. Ez nagyon jó. 6 éves a gyerek, eddig másodjára voltunk, tehát azt gondolom, hogy nem járunk minden héten oda, úgyhogy ennyi belefért. Ez az 50 euró kicsit fájt, mert abból még egy órácskát el lehetett volna valahol dögzsemezni. Igen, de hát mindegy, úgyhogy ez van. Persze. Születésnap egyszer. Tényleg miért nincsenek nyitva a játékok? Miért van zárva? Mert odafagy. Csak föl tudsz öltözni, de ugyanúgy mégis, miért nem megy a hullámvasút télen? Ezt nem értem. Fázol, hát fölöltözöl, nem? Miért zár be egy nyitott park, ami egyébként nyitott, és nem kell belépőt fizetni? Miért nem megy minden? A magyar családapák érdekében, mert akkor ugye hogy már... Hogy ne közd el ott az összes pénzt. A világ legsűrűbb anyaga, igen, a világ legsűrűbb anyaga, amire ráküldik az elektromágnest, és utána pedig leöntik egy hogy vödör vízzel reggel, ami még ráfagy így pluszba. És akkor gyakorlatilag már semmilyen dobással nem tudod megbontani azt az egységet, amit a gúlák alkotnak. Igen, ennek az egyet primitíve változata volt otthon régen a ilyen négylábú kempingasztalra felállított fakeret, amiben víz volt, és fahalacskák úszkáltak, pirosra festett rajtszámokkal. Oda mentél egy ilyen fura bottal, minden nagyon jó volt, azt hitted a világ legjobb játéka, és azt akartad kifogni, hogy legyen a tiéd a legnagyobb hal, mert azért áll a legnagyobb ajándék. És jött a néni, megnézte a halat, 8-as, és levett egy ilyen fáradt macit, és odaadta a 8-ast. Ez megvan nektek? Persze, lehetett horgászni a Vidám parkban? Lehetett. És lehetett. Senki nem érdekelt a hullámvasút, nem, mindenki állt, és egy fapálcával horgászott. Csak az egy volt ilyen műanyag halat a tóból. Csak nagyon az volt gyanús, amikor már 93-ban is ugyanannal a célő, illetve ugyanannal a halcskás horgászósnál ugyanazt a medvét láttad, ugyanazt a Misa mackót a moszkvai olimpiáról, csak már vastagon belette a por, senki nem tudta megszerezni. Az olyan volt, mintha oda szögezték volna. Igen. Na ide téged most felrakunk, azt is a témulva leveszünk. Soha senki nem vitte. Valahol hátul volt ott a fa hullámvasút, meg a tükörszoba mellett volt ez a fog ki ezt a horgász című dolgot, ez ott volt felállítva. Még a régi Vidámparkban nagyon kemény volt. Feri, arra nem emlékszel szerintem. Meg volt a hordó, az megvan? Hát a hordó az nagyon jó volt. 20 forintért mehettél körbe-körbe, hogy ne essél ki belőle? Szerintem a hordónak elviekben még ott kell lenni a helyén, mert hogy abból műemlék lett, vagy mit tudom én, tehát hogy védettséget élvez. Nyilván, de hordóra csak úgy tudsz menni, hogyha átmész a elvarázsolt kastélyom. Már úgy lehet, csak régen önálló volt, a rakéta mellett volt a hordó. Igen. Most úgy van, hogy ahogy kijössz a kastélyból, akkor eldöntheted, hogy kijössz egyből, vagy mész még a hordóban egy kört. A hordó az nagyon jó volt. Az nagyon retro volt. Én sokszor láttam olyan apukákat a Vidám Parkban. Ben vagyunk a hordóban, nem? Nem, pater, még nem, csak már a 20. kőbányait toltad le. Ott mindenki a hordóban volt, igen. Nagyon kész voltál, fölülhettél a rakétára. A rakéta? Rakéta, ott volt a hordó mellett, beültél, csináltél. Igen, emlékszel? Hogy emlékszel? Felemelkedettél 45 fokos szögbe, és valami filmet vetített bent, ilyen katasztrófáról, beültél fölemek, és fordultál jobbra, fordultál balra, és az egész nagyon félelmetes volt gyerekként. Azt hitted, hogy az a vége mindennek a rakéta. Így van. Közben nem volt semmi, egy műanyag valami megemelkedett, és kicsit balra, kicsit jobbra forgott. Ez volt a rakéta. Nagyon jó volt. Bementél bent is katasztrófa, kijöttél kint is szocializmus. Nagyon durva. Közben megkerülted a földet, ne felejtsd el. Ja, hát azért. Igen, és volt a ciklon, azt bezárták, ugye? És aztán mi volt még, ami jó volt? A Dodge-em, óriás kerék, meg a mini Dodge-em. Volt a nagy Dodge-em, meg a mini Dodge-em. A mini Dodge-emre kicsikülhettek, a nagy Dodge-emen felnőttek, karamboloztak direkt. Igen. És így udvaroltak a csinos anyukáknak. És olyankor kijött a Dodge-emes bácsi a szélére, és mutatta, hogy csak körbe lehet menni, csak körbe-körbe. Emlékszel? Az ütközés után. Az amortizáció miatt. Igen. És azt tudtátok, hogy a Dodge-emen van fokozatkapcsoló? Hogy az, aki irányítja a Dodge-emet, nem aki te, mint aki vezetsz, hanem aki bent ül abba a bódéba, hogy tudta, ha rendesen működtél és nem ütköztél, akkor föl tudta kapcsolni maxra, ha látta, hogy sok az ütközés, le tudta az összes Dodge-emet lassítani. Az megvan? És akkor mentél ilyen. Élet és halál ura volt? Igen. Hogy gyorsan mész a Dodge-emmel, vagy lassan? Nagyon kemény, és ha senki nem ütközött, akkor érezted, hogy gyorsabban mész. Jó gyerekek mehetek gyorsan, igen. Rossz gyerekek csak kettővel. Tényleg. És soha nem értek utol senki. És nagyon fura volt egyébként, mert fönt szikrázott. Tehát, hogy én mindig, amikor bementem, akkor az első, mit tudom én, 5-6-8-10 alkalommal, nem is emlékszem, mindig figyeltem, hogy melyik kontyos néninek fog meggyulladni a haja, lefelé hulló szikrázó. Igen. Jó, akkor egy utolsó kérdés. Aki megmondja, ajándékcsomag, jó? Jó. Tessék.
de a hallgatók közül is. Oké? Okay? Ja, nekünk is, várjál, meg, nekünk is jár az nektek ajándék is, ha nem tudjátok, akkor... Ja, jó, nem jó, 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 mondom. Mondom a választ. Téged kísértek ki a biztonsági őre. Tessék, oké. Okay. Hogy kellett a Dodgeman hátrafelé menni? Mondhatod. Meg igen? Kellett egy teljes 360 fokot a kormányon. Megfordította és alazonnal elindult. Hoppá! Fúrra alá kellett szedni, és ahogy fúrra alá szedted, abban a pillanatban elindultál hátrafelé, visszaszedted, elindultál előre. És a full hátra menet mindig egy teljesen alászedett körnél volt a kormányon. Csak úgy tudtál hátra menni. Sose tudtál egyenesen hátra menni, míg körbe mentél hátra. Egy ilyen félkörbe az megvan? Hoppa. Ez volt a hátramenet. Nagyon jó. Feri, megvan a gyerek ajándéka. Jaj, de jó, köszönöm. De hát várjál, most visszajött valami. Megtartom. Nyertél egy ajándékcsomagot, Feri. Tényleg, de tényleg így van, igazad van. Hátra felé kellett, vagy oldalra kellett teljesen alászedni, és az volt a hátramenet. Úristen, de jó volt. Na jó van, hát gyerekek, ez van, már idősek vagyunk, mert mindig nosztalgiázunk. Bizony. Rájöttem erre is valamelyik éjszaka, hogy azért nosztalgiázunk ennyit, mert idősek vagyunk, mert megöregettünk. Mindig nosztalgiázunk. Na mindegy. De egyedül voltál, vagy volt melletted valaki? Nem, ezekre egy egyedül jövök rá. Tudod, ezek az én nagy megfejtéseim. Ülök a szobába hajnali kettőkor, és rájövök, hogy azért nosztalgiázunk, mert ez már egy generációs betegség, hogy öregek vagyunk. De tudod, mire gondolok, kis Balázs? Ott voltál minden nagy pillanatban velem. Na, olyan ernyet vagy. Régen, a régi szép időkben nem ilyen voltál hajnal kettőkor, még emlékszem. Benne voltál minden buliban. Na. Na, látom, azért még van benned élet. Na, aludj már. Ó, aludj már. Nem csináltál. Nem, tényleg ezért ezt jelenti. Az állandó nosztalgiázás már ezt jelenti. Na jól van. Szóval megállapíthatjuk, hogy a Feri jó, hogy teljesítette a Panna születésnapját. Így van. Mert 6 éves a gyerek, akkor Vidámparkba kell menni. Ennyi. Igen. Teljes eredben, csak legyen nálad pár száz euró. Gyerekek, csonka hét van, úgyhogy nagyon fontos minden győzelem, jó? Csak az játszom. Te fáradsz vagy, sokat aludtál ez a kettő? Lehet. Igen, az, hogy túl aludta magát, már 8-kor aludt. Aha. Szóval, hogy igen, azt akartam mondani, hogy mivel keveset játszunk, így minden megszerzett győzelem nagyon fontos, mert csak 3 nap van a hétből. Nem azért, mert elvettek kettőt, hanem mi nem adtunk magunknak kettőt. A csütörtököt és a pénteket mi kivettük. Így tehát csak hétfőket szerdán játszunk, ami azt jelenti, hogy nyernünk kell a fekete-fehér igennemben. Csak erre akartam kiukadni. Elvesztjük a mát vagy a holnapot, vagy esetleg kettőt a hétből, akkor vége van. Bármilyen is akarsz kiukadni. Igazad. Na jó, lehet jelentkezni egészen nyugodtan a játékunkra, jó, mert már is fél hét van, illetve pontosabban fél hét múlt 1 perccel, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, ha valaki játszani szeretne, mi meghallgatjuk a híreket. Ákos van? Vagy ki van már? Ákos visszatért, hát Szabin visszatért. Jó reggelt kívánok! Komolyan mondtál, de jó! Ákos! Most már én is elmentem egy hét Szabira. Mert hogy igen, nagyon jó. Látszik is rajtad. Pihentek már, hogy jó ide. Ki van mosva a póló? És tiszta a póló, ez nagyon jó. Na jó, vagy. Akkor a sportrajongók nevében örülhetünk neki, végre valaki ki tudja mondani azt, hogy Láció. A Lazióra gondolsz? Igen, a Norvég csapat. Nem kettőbet azt hallgatunk, hogy Ancelotti. Na, szóval Ákos elmondja a legfrissebb híreket, Ákosra körülünk, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, gyerekek, imádom Rúzsa Magdit, de hogy nem lett ettől a számtól jobb kedvem, az egész biztos. Ugye? Hogy azért ez nem ez a dal, amitől így azt mondta, hogy indulj be hétfő, gyere hétfő, hogy hambe kaplak. Valahogy igen, valahogy nem. Ugye? Hogy nem azt mondod a hétfőnek, kedvet, hogy szia hétfő, hambe kaplak, hanem így húha, ez a hétfő. Nem ilyen? Ez ilyen dal egy kicsit. Igen. Igen, hogy így átgondolod az egészet, hogy ajjaj, akkor most hétfő van. Ez az, gyerünk, fussuk neki! Nem, kibontok valami rövid. hosszú lesz ez a hét, ígyunk valamit, igen. Ne, egy kis zseniális hangja van, nagyon de jó, hogy van egy kis szomorúság ebben a dalban. Na, gyerekek, ugye beszéltünk arról, hogy csonka hét van, úgyhogy nagyon kell koncentrálnunk. Rengetegen szeretnének élni a lehetőséggel, hogy agyonverjenek minket, ezt természetesen mi megértjük. Rögtön játszunk, előtte gyorsan egy közlekedés. A szolnoki zónázó úgy néz ki, hogy balesetet szenvedett, mármint hogy okozott a vonat, és Nagykátánál állunk, köszönjük az SMS-t, tehát a szolnokiak is, akik azon a nyomvonalon vannak, várjanak egy picit, biztos, hogy késés lesz. Valamint Gergely utca, Sibrik Miklós út kereszteződésében felmarták az utat, figyelmeztetés nincs, csak koppanás. Ezt Gregor küldte nekünk, ez a két legfrissebb, ami most jött. Mi pedig megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ.
Halló, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szerint jó reggelt, Marian. Igen, én vagyok. Hello, Marian. Jól. Jól, köszönjük szépen. A neved az a név, amit nagyon kell koncentrálnom, hogy ki tudjam mondani, de már megtanultam. Hosszú éveken keresztül Mariannak mondtam, mert lusta voltam, de most már nem vagyok lusta, és úgy mondom, hogy Marian. Ez jó, nem? Igen, nagyon mondani. Jó, szuper. Igen, Marian, honnan hívsz minket? Budapestről telefonálok. Budapestről, mit csinálsz? Mm-hmm. Szép hely. Éppen munkába megyek. Munkába, de mit tudhatjuk? Budapestről, vonattal, késésbe. Ja, hát sajnos ezzel alatt együtt tudunk élni, el tudjuk fogadni, át tudjuk érezni a helyzetedet, aki vonattal megy dolgozni, számítson erre. De gondolom nem ez az első eset nálad sem. Hát addig jó, míg a főnököm is tolerálja. Uh-huh. Igen, és mennyit késtek, vagy mennyi most, amit felszedtetek késésben? Hát olyan 10 perc. Uh-huh. 10 perc. Meg most a pályafelújítás is van, ezáltal uh-huh. még kevesebb vonat is jár. Ez a felszedni a késést, ez olyan, mint a késés egy utas lenne, egy pici utas, és te így felszeded a padlóról, hogy szia késés, ha felszedlek, gyere késés. Nem? Itt van belé. És felszeded a késést a padlóról, ráülteted a válladra, és együtt mentek, te is a késés. Na figyelj, Marian, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Ó, jaj, de jó. Azt hiszem a leggyengébb láncszemet sikerült megtalálni, de hát, sokat beszéltem a csonkahétről. Meg lesz az örömöt, hogy tovább léthetsz egy kicsit. Nem tudom, hol tartok. Az a nagy helyzet. Hol vagyok? Csúkol. Visszamentem a szemétdombra? Hát nem, a csúkolba. Nem, kapargálok. A ganyéról visszamentél a csúkolba most lehet, ott vagy. Lehet, hogy a szemétdombra tére kerülhet. Igen. Jó, egyezünk meg valamit. Előbb-utóbb el kell egy olyan helyre jutnom, ahonnan már visszább nem lehet lépni, csak az van, hogy akkor ott maradok. Jó? Hát most ne legyen az, hogy mindig visszalépek, hanem legyen egy pont, ahol azt jelenti, hogy oké, előre mehetsz, visszavenni már nem tudsz lépni, annyira béna vagy, és az lesz a te helyed, ahol laksz, nem, és csak előre lehet lépni. Nem, így vagy, negatívan állsz hozzá. Jó, uh-huh, ez igaz. De ezután a Rúzsa Magdi szám után most... ezután hogy álljak? De most komolyan. Én egyébként már a múlt héten már éreztem, már szinte hallottam a lelki füleimmel, ha van ilyen, hogy a gazdasszony már feni a kés. Tehát már te majdnem a lábosba kerültél, Balázs. Én? Így van. Jó, legyen az utolsó lábos. Á, beteged okay. Már. Le kell vágni. De én Balázs vagyok, aki elvesztette a fekete fejlemet, és azért vagyok a Baromfi útban. Oké, okay, na Marian. Rákészültem, mehetünk? Jani, visszaestél. Vissza. Marian. Jani? Tessék. 3, 2, 1, fire! Na, biztos vagyok benne, Marian, hogy szeretnél kérdezni. Tudom, érzem. Jól érzed, Balázs. Azt szeretném megkérdezni. Persze, hogy? Persze. Ez volt minden vágyam. Na, hogy, akkor figyelek. Azt a sűrűt, ami ott van, nem fogod sajnálni. Igen. A, és aztán... Hogy kimondtad a végében azt is, hogy csodába? Így van, kicsúszott a tiltott szó, és kicsúszott egy nem is. Igen. Na, megállítom. Marian, de helyes, hogy nagyon nagy bajba keverted magad, esélyem nem lett volna, hogy nyerjek. Semmi esélyem. Annyira bénának éreztem magam, hogy egyszerűen csak így hagytam, hogy hát, ha te kimondod. Esélytelenül vártam a kegyelem döfést. Erre belekeverted magad a bajba. És Marian. Igen. Pedig próbáltam gondolkozni, hogy ne úgy legyen, hogy kimondom. Igen. Tehát... Hát ez van. Azért ez... Gyerekek. Így van. Ami jogos, az jogos. Azt adjuk meg. Ami jár, az jár. Egyből egy. A győzelmet nem kell magyarázni. De én azt elmondanám, hogy én milyen nevet adtam. Nem, sajnos erre már nincs idő. Marian, nagyon drága vagy. Mi nem foglalkozunk azzal, ami a műsorban történik, már hogy abban a műsorban. Úgyhogy majd ezt... Igen. Igen, ez egy másik műsor, tudod, az is egy műsor, ez is egy műsor, mi azzal direkt nem foglalkozunk. Jó? De köszi a játékot, ügyi voltál, aranyos egy kicsit talán türelmetlen, de valamikor egy visszavágom, még megdolgozhatsz. És ha kételen vagy a vonattal járni, de nem akarsz elkésni, akkor menjél a kalauznak. Jó, de szép, tényleg. Marian, köszi a játékot, ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Na gyerekek. Hova értél? Hol a Szamárból? Na, valaki mondja meg, hova jutottam? Szerintem a Szamárig. Szamár? Okay. Szamár, de még nem Szamár, jussz rajta. Nagyon jó. Jó, még nem szamaragolok, csak látom a szamáristálót, ahonnan majd megyek tovább. Nagyon jó, és onnan megjöhet majd egy előrelépés. Mondjuk az összfér felé, az összfértől a ló felé. A lótól. Igen, a kis csikó, a nem hátas ló, a vadló. Igen, a háziló. Na jó, van 3 perc, van pontosan 7 óra. Jó, várunk még friss közlekedési híreket. Uh-huh. Ákos újra elmondja. És megyünk tovább egy vidám számmal, nem? Mondjuk Bruce Springsteen-től jöjjön a Philadelphia.
Igen, hogy keresünk valami igazán vidámat. 2 perc van, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel szép reggelt kívánom. Minden drága Morning Show hallgatónak, hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Szevasztok! Hello, drága hallgatók, lezárták a rakpartat, és azt mondja, hogy a Margit hídnál az alsó rakpart a Mozaiktól áll dél felé, emiatt az Árpád fejedelem felől is agyhalál. Gratulálok, üdv Gábor. Aha, nem a rakpartot zárták le, csak a rakpartra fel és lehajtott a Margit hídnál is, emiatt egy kicsit nehezebb arra felé a közlekedés. Keleti vonalon Sűsáp Mende között történt egy baleset, és a vonatok késnek, valamint állnak határozatlan ideig. Ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Nézem, hogy van-e még valami fontos. Budakeszén a Selkútnál szintén történt egy baleset, dugó lesz. Zé írta nekünk, dobogókön óriási köd van, és vaddisznók szaladgálnak az úton. Ajjaj. Tikó küldte nekünk. Igen, dobogókön szeretne. Mende és Hűsebb között szintén történt egy baleset, késnek a Budapest-Szolnok vonalon. A vonatok, ez pedig Frenki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát ez már megint egy olyan reggel, amire szoktunk beszélni, nem? Hogy sok baleset, késés, ilyen fura, szerencsétlen bolygó együttállás egyébként. Elvesztettük fel, itt vagy itt van? Na, itt vagyok egyébként, csak a Skype vagyok, csak kapcsolat a tűnt volt. Meg, vagy szűnt meg, vagy mi az. Kereslek kép, benneteket, de hát nem baj. Hallani hallak, meg a hallgatók is, úgyhogy nagy baj nincsen, csak ez valamiért föladta magát. Zsül hív, fölveszem, hadd örüljön. Vedd föl. Legyen vett valami föl jó neki is. Fontos. Nem tudom, valami kölcsön akar kérni megint. Ja, hogy Zsüli tűn mellettünk, igen. Hogy fölhívunk rögtön téged. Milyen döbbenet, hogy ott vagy, még mindig nem tudom megemészteni, pedig lassan hazamegyünk, egy kis rublikába, egy tévéből beszélsz. És néha így közelhajolsz a kamerához, és olyan, mint a kihajolnál a tévéből. Teljesen szürreális egyébként, még mindig. Jaj, gyerekek, annyi minden eszembe jutott, csak nem akarok megint rátolózni a Vidám Parkkal kapcsolatban, hogy még mik voltak itt a zene alatt, azon gondolkoztam, hogy ezt megint 8-ig tudnám sorolni, hogy mennyi minden történt az emberrel a Vidám Parkban, hogy mennyi olyan retro játékot nem mondtunk még, ami egyébként volt, és innen átkanyarodva az a játékokra, amik neked voltak otthon, és retro játékok voltak. Tehát, hogy azért abból is egy szép összeállítást lehetne csinálni. Csak sajnos, egy kérdés, boxoltál valaha ilyen boxgéppel? Ja, az melyik, amikor lejön a kesztyű? Igen, az iszonyatosan primitív. Ja, miért primitív? Ja, nem, az nem rossz. Ja, nem, bocsánat, a nagyobb primitív ilyen boxoló figurákra gondoltam hirtelen. Nem, az jó volt, az nagyon jó volt. Lejött a kesztyű, lejött a labda is, alulról lejött a labda, illetve följött a labda pontosan, és akkor abba kellett belerugnod. Az nagyon megnézsz, jó milyen volt. Erőset tudsz rugni. Igen. Az nagyon jó volt, illetve nagyon jó volt még az a ilyen markolószerű, mint amilyenek a ilyen teherkikötőkben szoktak általában használni. Bemegy, tök nagy átlágást. Soha nem tudták kivonni semmit. Felemeli, kiesik, soha semmit. Az egyik biztos, hogy ki volt lazítva közülük a karok közül. Pont az volt a lényege. Ugye arra beszélgettünk itt még a hatos beköszönőbe, hogy a Vidám Parkban régen az ember miket talált, és hogy Feri végül kiment a práterbe. Na, ez a gép is volt tényleg. Ennek az volt a lényege, hogy meg volt lazítva a kar, és bedobtál egy csobó pénzt, de sosem tudta a kar kiemelni a plüssállatot, mert laza volt a kar, és nem volt fogása, és mindig csak megemelte, fölemelte, és hogy elindult oldalra, hogy a lyukhoz menjen, akkor egy kicsit belobált, és visszaesett. De mivel te azt hitted, hogy meg tudja fogni, és föl tudja emelni, így ki is tudja neked adni. És egy halom pénzt bedobtál, és soha nem jött ki vagy semmi. Vagy a fővárosi nagy cirkuszból, ami ott volt a közelben, átjött egy kisméretű artista, és fogta alulról. És néha láttál egy kezet, ami így visszarátolta. Ami hello, ott volt egy kézműje. Hogy lett volna már ott kéz. Egy kesztyűs kéz visszarántotta. Persze, kesztyűs kéz. Mondtam, hogy az unikomat már ne nyom már. Jó, és akkor mondok még egyet. Nagyon nagy átvágás volt, szintén ugyanilyen gép. Arról szólt, hogy ilyen téglalapok mentek, a téglalapokon egy csomó 20-as volt, és a 20-asok mindig úgy néztek ki, mintha majdnem beesnének a te kis birodalmadba, ahol ezt fel tudod venni. És mindig azt hitted, hogy csak egy 20-as kell bedobni, mert az 1-20-as majd úgy löki meg a többit,
hogy beszakad az egész, és lesz neked 1000 darab 20 forintosod, de sose lesz, soha. Mert nem tudtad úgy bedobni, hogy leessen. Ez megvan, Feri, emlékszel? Meg bizony. A szakadék szélén álltak a 20 forintosok támasztva egymást, de körülbelül 100 darabot kellett volna bedobni, hogy egy kiessen. És akkor átvágás volt, mint a húza. Akkor egy 20-as iszonyatosan nagy lóvé volt nekünk. Igen. És akkor bedobtad, és abba biztat, utolsó 20-as, igen, de bedobom, és utána majd, akkor lesz 100, 200, 500 forintok. Igen, semmi soha nem lett semmi. Vagy pedig annyi leesett, amennyit éppen beledobtál, ettől vérszemet kaptál, hogy egy kicsi leesett, és azonnal beledobáltad újra. És úgy volt megcsinálva a gép, és itt volt az átvágás, hogy nem tud egyszerre sok leesni, csak mindig kicsi. És azt aztán visszadobod, utána meg már nem esett le semmi. Abban szerintem ember pozitívan nem szállt ki. De voltak régen ilyen tímek, akik összeültek egy ilyen szivarszobába, ilyen füstösen, és azt mondták, hogy találjuk igen, ki egy ilyen gépet. Igen, és hatalmas pénzes zsákokon ültek, amik ki voltak szakad, és ömlött ki belőle. Nem, akkor még nem ültek pénzes zsákon, később ültek, miután a gépet kitalálták. Akkor OTP takarékbetét könyveken ültek. Jó, de akkor kérdezek valamit. Valahol van egy ilyen gyár, ahol az van, hogy mi olyan gépeket gyártunk, amivel átvágjuk az embereket, vagy van egy csávó, aki azt mondja, hogy oké, nekem az a feladatom egy munkahelyen, hogy kitaláljak olyan gépeket, amivel át tudom vágni az embereket, és ő szülte a macit kiemelő furcsa karost, az apró bedobó soha le nem esőt, tehát ezt valaki erre fejlesztek? Ők biztos, hogy ő nem szerették a gyerekeket. Ő volt egy brainstorming, biztos, hogy úgy nézett ki, így kezdődött, hogy na, van a hülye gyerek. Oda jön a géphez. Oda jön a hülye gyerek, a hülye szülőkkel, ki kell venni a zsebükből minden pénzt, lehetőleg szomorúan menjenek el. De jó? Én ezt felnőtt embereknél is láttam, hogy játsszák. Ebben az a durva, hogy átkér, igen. Kicsit, igen, alkesz kinézetű emberek, és tolták bele a pénzt. Igen. És van egy csávó... Kaptál már a cukrot, nem? Szerencsétlen gyerek meg ott áll mellette. Fél napot. Igen, ott állsz mellette, nézed, pont szemmagasságban van a leeső 20-as, de sose esett le, így apád meg tolta bele a 20-asokat. Tehát van egy ember valahol, akinek az volt a feladat, hogy kitalálja ezeket a gépeket? Mert ezek külföldön is vannak. Tehát ezeket valaki szabadalmaztatta, és azt mondta, oké, csinálnak olyan gépeket, amivel át lehet verni az embereket. És ebből fog meggazdagodni. És ebből meggazdagodott. És valószínűleg ezek ilyen nagyon csalódott gyerekek lehetek, akiket valaki annak idén átvert hasonló játékokat, csak hát nyilván a kornak megfelelő színvonalat. Itt a piros, és őket is valaki átverte annak idején. Igen? Igen. És mondok, ki üzemelteti ezeket a gépet? Az üzemeltetője a pénz. Igen. Érted? Az üzemeltető azt mondta, hogy leteszem ezt a gépet azzal a szándékkal, hogy átverjem az embereket. Érted, miket meg lehetett csinálni? Leraktak 10 gépet a fővárosba, 4-et a Vidámparkba, azzal a teljesen tudatos szándéka, hogy most átverik az embereket. Ugye? Ennyire durva. Az Enyves Kész Kft. Ők csinálták, igen. Ne, hát ez talán kéne még egy ilyen gépet, hogy valaki fotozza már, hogy mi van az oldal, hogy gyártva Csepel művek, vagy ez a cég van még. Hívjuk föl ezt a céget, és mondják meg, hogy milyen gépük van még, amivel átverik az embereket. Lehet, hogy van egy csomó. Mondjad, Feri, mit akartál mondani? Hogy abban mozgott egy ilyen fémlap, amire rádobáltad a 20-asokat, jól emlékszem? Igen, egy fémlap mozgott, és az egyik fémlap kicsi volt, letolta a másikra, ami nagyobb volt, és mindig azt hitted, hogy pont úgy fogja letolni, hogy most beszakad a 20-as neked, de ugye aki nem tudja elképzelni, a 20-asok ilyen fogszerűen kapaszkodtak egymásba, és már kimentek a szakadék szélére a 20-asok, mint amikor kiállsz, mint a Grand Canyon szélére abba az üveg valamiben, de nem tudsz leesni, és a 20-asok se tudtak, mert tartja a többi 20-as. Nagyon durvá. És arra kellett figyelned, hogy mikor dobod be, hogy a második lap elé essen, ami letolja. Sose sikerült oda dobni, emlékszem. Sose sikerült. Abszolút. Tehát akkor valaki tudatosan állította elő ezeket a gépeket, hogy bennünket átverjem. Vagyis erre szakosodtak. Ez egyértelmű csalás, amit simán legalizált az állam. Jó, mennyire durva, nem? De ide én azt gondolom, hogy koponya kellett. Tehát, hogy itt valószínűleg agy volt, aki nem tudom, egy nagyon frusztrált, nagyon alul fizetett fizika tanár lehetett a háttérben, aki ezt így kitalálta, aki tudta, hogy nem eshet le, mert hogy azért itt kell hozzá a gógyi. Igen, egyébként jól volt kitalálva, és mindig úgy nézett ki, hogy most fog leesni. Már csak egy 20-as hiányzik neki, gyere, dobja, nem olyan volt? Na mindegy, igen. Jó, mi volt még a Vidám Parkban, ami jó volt? Ami mondjuk ilyen nagyon-nagyon retro. A Odd Dog. De az nem volt. Az retrónak retró, de jó, az sose volt. Azon gondolkozom, hogy mi volt? Hát a kalapács, az is egy ilyen régi retró cucc, az úgy nézett ki, hogy volt egy ütőfelület, és mögötte elindult egy fémrúd ívbe meghajolva, és igen, arra volt a kalapács rárögzítve, hogy ugye ne tud ellopni a kalapácsot. Gondolom én, bedobtad Jézusom, a 10 forintot, fölemelted a fejed fölé ezen a rúdon, tehát csak azon tudtad mozgatni, és akkor minél nagyobbat ütöttél rá, volt egy kijelző. És hogyha volt egy kijelző, vagy valamikor fölment egy kocsi, vagy egy ilyen vonat elindult így körbe-körbe. Igen, igen, és hogyha 1000-ig fölment a kijelző, akkor kaptál egy ekkora prűsállatot. Egy centiset, vagy kettőt, az volt a fő ajándék.
Tényleg. Igen. Ez az a játék, ami, hogyha mondjuk egy Bud Spencer filmben láttál, akkor biztos, hogy a súly fölrepült és elhagyta a földnek a gravitációs terét. Ez volt a poén, hogy egy ilyen vasmozdony így felrepült és elszállt. Az. Igen. De kemény. És minden... Kecsketoló. Lög meg a kecskével. És meg kellett lögni. És azt láttad, hogy riadszemű kisgyerekek nézik az apukákat, hogy egymással versenyeznek, és a mama mondta, hogy öcsi, menjünk már, menjünk már, nem? De a bácsinak is ezzel olyan jól sikerült. Igen. Igen, és közben löklet kell, és minél tovább löktet föl, vagy annál tovább ment föl. De ezt gyerekként ugye nem játszhattad, nem. Csak nézted, hogy a felnőttek próbálnak lökni. Hát meg iszonyatosan nehéz volt. Igen, arra is emlékszem egyébként. És minden ilyen vidámparkhoz, vagy állatkerthez megtartozott a megfelelő étel. Az megvan nektek? Hogyha állatkertbe mentél, ott is volt egy bizonyos étel, még a vidámparkba is mindig magához a vidámparkhoz hozzátartozott, hogy ott belül valamilyen nagyon fura büfében egyél valami nagyon fura. Az megvan? Hát mondjuk nálunk örök favorit volt ugye a vattacukor, tehát ugye a vattacukor, törökméz, lángos. Lángos lehetett kapni volt a Vidámparkban? Hát vagy legalábbis a Vidámpark előtti büféson 100%-ig volt. Ja, ott kint igen, kint igen. Ott mi mindig burkoltunk. Igen. És az a krumplisírom volt az állatkertben, az Jézus megvan? Jézus Mária, krumplisírom. Az igen. A nagyon durva krumplisírom, igen. Na, találtunk egy érdekes oldalt, és érdemes róla beszélni, mert én nem is tudtam, hogy létezik, de önmagában egyébként a dolog megdöbbentő, mert hogy professzionális kukkolásnak mondják, megpróbálom elmondani, hogy miről szól, technikailag elég bonyolult, tudjátok, nem vagyok annyira toppon technikailag, de olyan kameráknak a képét mutatja ez az oldal, amire egyébként fel lehet menni, és magyar kamerák is fönt vannak, akik elfelejtettek, mármint a kamerák tulajdonosai, jelszót váltani, és mivel nem váltottak jelszót, így az egyik ilyen weboldalon keresztül betekinthetsz a kamera képbe. És ezen az oldalon több tízezer lakás, munkahely életébe tudsz a mai napig real-time-ba betekinteni, mert a tulajdonosok nem tudják, hogy ezen az oldalon fent van az ő kamera képük. Ne csináld már! Halálosan komoly a dolog, egyébként megdöbbentő, legális kukkolás, 256 országból vették össze, vagy szedték össze ezeket a kameraképeket, ott van közte egyébként Magyarország, mindjárt megnyitok egy magyar oldalt, benn vagyok egy magyar lakásba. Béka, csugd le a számítógépet otthon! Elmondom, mi történik ebben a magyar lakásban, mert nagyon szürreális. Nem fogjátok elhinni. De ez a számítógép kamerája, ami otthon nem, van a laptopodnak? Nem, hogy nem, ezek biztonsági kamera. Olyan kamerák, amiket felszerelsz, biztonsági kamerák, őrzővédő, KFT-knek a kamerái, lakásba, kertet őrző, garázsbejárót őrző, házat őrző kamerák, vagy éppen beltéri kamerák, amik szerintem azért vannak, hogyha mondjuk elmész otthonról, akkor tud figyelni, hogy ki mit csinál otthon, vagy van-e betörő. Uh-huh. Ez finoman nem sírti a személyiségi jogokat? Nem tudom. Hát ha te nem ilyen szavaztad le, figyelj. Csak jöjjön már vissza a fürdőszobából a nő. Mennyire, és ez élő adás, hogy mindez nem csinált, de azért mondom, mit látok ebben a magyar lakásban. Következő történik. Bejött egy nő mesztelenül. Ott van egy férfi egy seprűvel a kezében. Még törölgest. Egy seprűvel a kezébe, a férfinek szaladgálnak a gyerekek. Na, és 73 ezer lakás belső gyereke. Kertel, munkahelyel, minden, ami ott van, és fel vannak sorolva az országok, ki tudod választani, hogy melyik ország kamera képét akarod megnézni. Egyébként Korea is fent van, Kína is fent van, Mexikó, Francia, most nyilván nem mondom végig, meg kiúlik a hajatok, az a maradék is, és így elkezdem sorolni Costa Rica, Ecuador, Írország. Rengeteg ország van fönt, és mindenhol megvan, hogy hány kamera képe online ebben a pillanatban. Mit csinál az unatkozó honpolgár? Megtalálja ezt az oldalt. Most meg aztán megmondtam. Nem fogjuk bemondani a címet, hogy ne legyen leterhelt az oldal, mert ezt mi szeretnénk használni és nézni. Felmegy mondjuk azt mondja, hogy a belga oldalra, ahol 169 kameraképét tudod most folyamatosan nézni. Pakisztánban 166 lakásnak a képét tudod nézni. Fölmész Pakisztánra, elmegyek Pakisztánra, és benézel különböző pakisztáni lakásokba, hogy mi történik ezekben a lakásokban, illetve plázákban, üzlethelyiségekben, tehát itt nyilván nem csak lakásokról van szó. Most jön még egy csavar a dologban. És innentől kezdve igazán izgalmas a dolog. Kíváncsiak vagytok? Há, hogy ne? Há, jó, hogy. Folytassam a mesét, gyerek? Jöhet. Igen! Igen, apu! Tovább is van, mondjam még. Jól viselkedtetek, szót fogadtatok a nagyinak, megettétek a palacsintát? Nem, a palacsintát igen! A nem tudtátok az orrotokat? Nem csináltatok semmi rosszat? Akkor mondom. Apu azt mondta, hogy ez nem rossz. Különböző szélességi és hosszúsági fokok alapján meg tudod pontosan nézni, hogy hol van ez a lakás. Vagyis, aha,
Ha most mi megtalálunk egy magyar kameraképet, és a szélesség és a hosszúfokú alapján valamelyikötök jó GPS-ből, mert mondjuk környezetből kettes volt, én mindig jó voltam matekból négyes GPS-ből kapott egy hármast, minimum hármas GPS a beugró. A legrosszabb egyem GPS-ből négyes alá volt. Azért mondom, akkor te ezt meg tudod fejteni. És a hosszúsági és a szélességi fok alapján, most már átmentem a magyar oldalról a pakisztánira, de vissza tudok menni, meg tudod nézni, hogy hol van ez a cím. Simán meg tudjuk keresni. Ez döbbenet. És ez egy működő oldal. És ezzel az a baj, hogy ha kamerán keresztül látod, hogy sok a lóvé, akkor már el is tudsz indulni, Jani. És tudjuk, milyen vagy. Az előbb bent voltam egy magyar lakásban. Igen, tudjuk, hogy te vagy a legnagyobb besúraló tolvaj ármunk között. Figyeljetek, csak mondom, nagyon durva. Az előbb bent voltam egy magyar lakásban. Vissza fog menni Pakisztánba, visszamész nekem közel, Laci. Magyarországra. Bent voltam egy magyar lakásban, egy néni állt a tűzhelynél. Megvan? Keverte a tejet, vagy a kakaót. Atya úristen! Jézus Mária, de durva! Egy néni a tűzhelynél? Hát mindjárt magam alá rittyentek. De várjál, még van folytatás, ez még nem annyira durva. Hát a tűzhelynél kavarta a kakaót, azt mondta, szia kakaó, jól megkavarnak, a kakaó visszaköszön. De nem ez történt. És közben bejött valaki a fürdőszobából, és nézték az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorát. És a leghihetetlenebb abba, hogy a mokka volt. Ki nézi azt? Nem ez a lényeg. Hát milyen ember ez? Nem ez a lényeg, hanem ők nem tudják, hogy bent vagyok a lakásukba. És egy ország bent van most úgy a lakásukba, hogy lehet, hogy közben ők hallgatják a rádiót, állsz a tűzhelynél, és rájössz, hogy a rádióműsor bent van a saját lakásodban. Mondj valami ismertetőt a néniről. Mondj valami ismertetőt, ha összerezzen, akkor hallgatja. Nem, az a baj, hogy ezek ilyen késleltetett képek, tehát úgy online, hogy mit tudom, mint vár mindig 10 másodpercet, kimarad, vár mindig 10 másodpercet. Oké, tételezzük fel, hogy a néni hallgatja a rádiót. Igen. Ránéz a férjére, és azt mondja, hallod, Józsi, rólunk beszélnek, hiszen te jöttél be mesztelenül a fürdőt, hogy beszélnénk már rólunk, anyjuk, de hogy beszélnek rólunk? Mi történik? Elkezded azt gondolni, hogy rólad beszélnek, és közben igen. De mi van, hogy azt mondja, hogy hát a szerencsétlen hülyék. Hát azok csúnyán ráfaragtak, nem? Nem, Józsikám? De bizony, Margóka, nagyon ráfaragtak. Azt milyen, hallgatják a rádiót, és nem jönnek rá, hogy róluk beszélünk. Hallod, benn vannak valaki a rádióban, a tévében, ott vannak az online kamerában, és kiderül, hogy ők azok. És annak is rá van ragadva a sarkára egy darab WC-papír, mint nekem. Szóval gyerekek, óriási utazás ez az oldal, nagyon kemény, oké, mondom, másik, itt van ez a lakás, erről. Megvan, megtalálta a Laci a lakást. Szélességi hosszú fok alapján megmondja a térkép, hogy hol van a lakás. Hát figyelj, és onnantól kezdve csak... Vagyis, oké, mondom, 11. kerületben vagyunk, mondja az időzónát, mondja, hogy hány csatornán tudod nézni magát a lakást, és meg tudod nézni a címet. Vagyis, ha ki tudnánk nyomozni a címet, rá tudnánk csörögni, hogy csókolom. Hallod, Jóska, itt laknak a 11-ben. Közel lehetnek ők is a 11-ben laknak. Mi történik? Felhívnánk a lakást, és azt mondják, hogy csókolom, tessék integetni, mert látjuk önt. Ez megvan? Ez nagyon durva. Ha megvannak a koordináták, Laci, akkor üzd már be a Google-ba. Ebbe a Street View-ba, vagy mi beütötte, az Isten. Beütötte. Hát azért az, van, az ki fogja adni a megtekintés a térképen, és ki fogja adni a házat, valahogy be kéne másolni a hosszúság és a szélességi fokot, és kiadja a házat, mi történik, megtalálod horvátékat. Horvát Jóskáikat. Horvát Jóskáikat, és rájuk lehetne csörögni, hogy látunk benneteket, és benne vagytok egy élő rádió reggeli műsorban. Apuka vegyen föl valamit, mama meg hagyja abba a kakó főzését, mert túl főtt. Álló, tessék! Honnan tudja, hogy miben vagyok? Honnan tudja? Az előbb még egy másik családról beszélt, honnan tudja, hogy miben vagyok? Szóval, hogy szenzációs az oldal, gyerekek, egész hosszan tanulmányoztam éjszaka egyébként, ezért nem tudtam aludni, és teljesen szürreális mondom, török, hongkongi, argentin és chilei lakásokba kalandoztam éjszaka. És ez egész nagyon szürreális volt, de közben nagyon szerettem, hogy ott lehetek különböző lakásokban. Hogy engedik ezt az oldalt? Totálisan személyiségi jogokat sért. Miért nem szüntetik meg? Nem, nagyon durva. Nagyon durva, de az a baj, hogy a chileiekkel nem tudok azonosulni annyira. Tehát ők olyan furák, de a magyar lakások azok igen. Főleg, hogyha valamelyik szomszédod az. És beleláthatsz az életébe, és ismered őket. Azért az. Megvan, mi a legdurvább. A legdurvább, tudod mi? Hogy te rámész ezen az oldalon, megtáld a saját lakásodat, és a kamerán keresztül nézed a képen, hogy te mozogsz a lakásban. Te tudod önmagadat nézni a laptopodon keresztül, és azt mondod, hogy ott vagyok, laptopozok, és nem jössz rá, hogy a te kamerádat látod. A gázszámlás, és mennyire nincsen túlöltözve. Ennyire meleg van otthon?
Igen, ott ül egy csávó, és nézeget valamit a laptopon, és kiderül, hogy te vagy az, mert ráakadtál a saját kameraképedre. Hány ember találja most meg ez alapján önmagát, gondolj bele. Uh-huh. Menjünk fel erre az oldalra, nézzük meg, ott vagyunk-e. És real time-ba látod a monitoron keresztül a saját lakásodat. És egyszer csak bejön a feleséged ápolónőnek öltözve. És azt mondod, hogy úristen, úristen, álmodom. Szóval a modern kukkolásnak egy olyan huszárvágása, hogy egyszerűen elképesztő, mit kell átállítani a kamerán? Azért azt mondjátok meg, hogy legalább segítsünk azoknak. Gondolom, hogy egy jelszó van, nem? Vagy jelszó, IP cím. Amikor üzembe helyezed, igen, IP, és azt meg kell változtatni, vagy az adminját, tehát a jelszavát magának a kamerának van egy jelszava? Hát amikor megveszed, akkor van egy alapbeállítás. Fölszereled, csatlakoztatod az internethez, ezeket azért rakják föl az emberek, hogy amikor ők nincsenek otthon, tudják figyelni a saját lakásukat, hogy mi történik, és ha nem állítják át az alapbeállítást, akkor gondolom én, hogy mindenki számára hozzáférhető lesz a kamerakép, mint ahogy most nekünk is. Jó, mondom, oké, mama elment a tűzhely mellől, nagyon durva, nincs ott, lehet, hogy meghallotta a rádióadást és kimenekült. Éppen reklám van a tévében, reklám, még ugyanezen a kereskedelmi csatornán, figyelj, mennyi az idő, srácok? Itt most 7:30 pontosan. Igen, csak mutattam, hogy mit mutat az óra. 7:30 mutat az óra, tehát konkrétan tényleg réltámba vagyunk a lakásban, és írják meg, hogy a reggeli kereskedelmi csatornán, mi most ugye ezt innen nem láthatjuk, láttunk egy kivilágított házat. Az megy, Feri, egy kivilágított ház, és valami azt mondja, hogy mi itt nem nézünk tévét, csak benneteket nagyban. Ja, most te se tudod bekapcsolni. Igen, eltűnt a papa, és valaki egy másik szobában járkál, mert néha átmegy itt hátul. Jó. Ott vagyok a lakásban. Ez nagyon durva. Mokkát néznek, ez annyira durva. Bekapcsoljuk. Igen, csak ugye 30 másodperceként frissíti a képet, egy ilyen kimerevített panellakásszerű valami esti riport volt a műsorban. Most valaki élőben bejelentkezik, távirányítók vannak a tévé alatt, van vízforralójuk a lakásban, van egy mélynyomójuk, most újra a csávó beszél, a híradóból, a mélynyomó is. És mindenféle ilyen névjegykártyákat gyűjtenek az asztalon. Hmm. Itt vagy a lakásban. Ez nagyon kemény. Azért ez nagyon kemény. Jaj. Egyestől indítsuk el talán. Uh-huh. A mélynyomó mellett tárolják a pezsgőket. És ott tárolják az alkoholt lent, igen. És van nekik rendes, mi van most, de mi van, ha most hallgatnak minket, és nem mernek kijönni a szobából? Mert most jöttek rá, hogy róluk beszélünk. Ne menj ki, maradj bent! És bent kuksolnak, mert tudják, hogy róluk beszélünk. És azt mondják, mindjárt hírek el fognak menni, csak abba hagyják egyszer, és bent vannak a szobában, és nem mennek kijönni. És egyszer csak megjelenne a Józsi, mint a Duna TV riporter, és így kikúszna a szobába. Tényleg, és valaki így átkúszna a kameránál. Úristen, ez nagyon-nagyon durva. Na mindegy, jó, majd tudósítunk még ebből a lakásból, és be kéne ütni a szélességi és a hosszúsági fokot, hogy hát ha meg tudjuk őket találni, a legjobb lenne felhívni, hogy kódoljátok le a kamerátokat, mert egy világ néz benneteket. Csak mondom egyébként, hogy körülbelül 800 másik magyar háztartással együtt. Így van, velük 8 után foglalkozunk. 8-tól jönnek a Puerto Ricóiak, és 9-től egészen az Azerbajdzsánig megyünk, ahol nem tudom, hogy mi van. Azt hiszem, hogy hol van a legkevesebb ilyen kikódolt kamera, és hát egészen fura, mert hogy Ciprus, meg Máltai 29 van összesen, amíg vannak olyan országok, ahol százas számok is vannak. Tehát van, ahol jobban kódolják? Vagy okosabbak, vagy úgy érzik, hogy nincs rá szükségük a kameraképre. Mongólia, ami nem kis kiterjedésű, gyerekek. Tudjátok, hány kameraképe van? Összesen 13. Hm. Jó, de hát egy jurtát minek néznél? Mondom, hogy kinek van a legkevesebb. Észak-Korea. Nem, Madagaszkáron összvisz egy kamerát tudtak befogni, Francia-Polinéziában egyet, és Zambiában, illetve Szudánban egyet. Most én azért a szudáni képet megnézem, hogy Szudánban mit látsz a kamerán. Egy tehenet, ahogy áldog el egy fához kötve. Igen, és valaki bekamerázta a tehenét. Kamerázzuk be a tehenet, nehogy ellopják. Csak mondom, hogy Khartoum, Szudánban vagyunk, nem hiszem, hogy megvan a cím. Gyerekek, megvan a cím, megvan a pesti cím. Mondom. Figyelj, leszúrta a térképet a G-betűs. Aminek nem akarom kijönni, hogy Google a neve. Hogy, rendes vagy. Na, most már csak oda kell mennünk egyébként, felmegyünk a Street View-ra, és megnézzük az egészen pontos címet. Akár a kapuajt is simán. És mit, becsöngetünk?
Majd átszaladhatok, ha gondolod, akkor átugrom. Oda megyünk, és Feri oda megy. És a Feri élőben most elindul, és becsenget? Mi nem tudunk. És ez milyen durva lenne? Juss be a lakásba, és integess be nekünk a kamerába. Az lenne még egy misszió. Feri, itt a lakás, meg kell találnod a lakást, be kell jutnod, és integetned kell nekünk. Igen, csak mondd, akkor miért 11. Mi megy a tévében? Most már megtaláltuk most a elkapcsoltuk, most a Szudánira mentünk, ja. A kartun nézem, úgyhogy nem tudom, hogy mi megy a tévében, de egyébként megmondtam volna, mert Lacinál itt van. Hát most frissít éppen. Úgyhogy kicsit szétesett a kép. Na jó, hírezünk egy picit, nagyon érdekes világ egyébként, hogy van mindenkik, vagy kódolja le a kameráját, vagy nézze meg, vagy kérdezze meg, hogy mit kell lekódolni. Maga a történet egyébként zseniális, csak mondom, hogy az Amerikai Egyesült Államok van az élen 11 ezerrel, szemben a madagaszkáriak egy kamera képével. 7:30 múlt, pontosan 5 percem. Jó, jönnek a Ákostól a legfrissebb hírek. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, aki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 múlt, pontosan 1 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Rengeteg közlekedési hírünk van, amivel indítjuk a hétfőt. Szajol-Szentes vonal 90 perc kés, és a leulló falevelek után már mi a következő kifogás? Talán a köd? Kérdezi egy hallgató. Jó a kérdés. M7-es Siófoktól Budapestig végig ködös, 50-100 méter a látótávolság, 87-es kilométer Opel az Árokparton. Üdvkönyves Nándi. Köszönjük Nándi. Bács-Bokond előtt a Baje úton szintén mérnek köd, van mindenki menjen óvatosan. Safi írta, aztán nagyon hasonló a haladás a budai alsó rakparton, északi irányba a Margit hídi felhajtó lezárása miatt a Margit híd után, üzente Tibi. A tízesen befelé szokásos, ugye az Osannál áll a sor vége, mint minden hétfő reggel, kitartás nektek, ezt Ildi küldte. Baleset az M6-oson a 134-es kilométernél, és a Lajos-Mizsai vonalon is késnek a vonatok. Ari küldte nekünk. Na, mi pedig egy kémprogramról beszélgetünk. Nagyon érdekes az élethelyzet, amit egyébként ad ez a program, mert hogy teljesen legális módon, illetve idézőjelesen nyilván legálisan, mert szerintem valójában nem az, betekinthetünk olyan kameraképekbe szerte a nagyvilágban, akik otthon tartanak internetre felkapcsolható kamerát, de nem állították át az alapjelszót, és ez egy közös oldalon megtalálható, minden ország kamerája egyébként. Mi most éppen benn voltunk egy magyar lakásban, ahol egy reggeli tévéműsort néztek, valaki kakaót vagy tejet főzött a gáztűzhelyén, és valaki vetközött a fürdőszobában. A magára is, mert csörögjön, az lenne a legjobb. És nagyon szeretem, hogy a hallgatóink pont olyan betegen kukkolók, mint mi. Mert egy csomóan kérik a címét ennek az oldalnak. Mert ez tulajdonképpen kukkolás, amit most te csinálsz. Nem érzed a ez kis borzongást? Figyelj, klasszik kukkolás, azóta azt várom, hogy ebben a lakásban, amit megnyitottam, történjen valami. De szerintem ők meghallották, hogy mi van, és bemenekültek a szobába. Jó, ez hol van? Budapesten. Egy presszó. Hát, ha minket hallgatnak. Egy presszó. A presszóban ül egy kék kabátos, fehércsikos újú ember a pultra támaszkodva. A nadrágon is fehér csík van. A nadrágon is van egy fehér csík. Ül egy férfi, piros csík van, a fekete kabátján újságot olvas. Ha szólunk, akkor tegye le az újságot, ha hall minket. Tegye le az újságot, hogy integessen az újsággal. És áll egy férfi a bárpultnál, aki fizetni szeretne, de a csapos eltűnt. Uh-huh. Van a pultnak az alján elől van láptámasz, és lambériával van burkolva a fal, falambériával. Ez a klasszik lambéria, igen, és ilyen sárga tapéta, vagy mi az? Sárga falfesték, lambéria, de az a tényleg nagyon ronda, és a klasszikus fölül bárszekrény, vagy mi ez? Fölül vannak az italok. Igen, bent ez vagyunk az amerikai típusú bárpult. Igen, bent vagyunk egy budapesti, hát mi ez? Vendéglátóipari egységben, egy eszpresszóban. Egy kocsmában, jó, de az eszpresszó az annyira rá. Tehát ezt látjuk. Van egy kis csúszás, úgyhogy, na! Megmozdultak. Elkezdte elolvasni a sportrovatot az újságban, mert egy kicsit följebb emelte, vagy a mesztelen nőt nézi, ami a minden bulvár újság címlapján van egyébként. A fizető bácsi pedig elfordult egy kicsit jobbra, pont a kamera irányába. Igen, a fizető bácsi pedig elfordult, lehet, hogy megnézi a kamerát, mert lehet, hogy szólunk ezen a helyen egyébként, de jó lenne, ha csapos mondjuk hallani minket, és főleg nagy, az én kocsmámról beszéltek, és integetne nekünk úgy, hogy miközben mi adásba tettük az ő kocsmájában történő élőképet. Érzed? Hát ez figyelj, ez egy nagyon nagy Christopher Nolan eredet című film, tehát olyan igen, annyira lementünk a mag belsejébe, hogy nagyon. Uh-huh. Picit hiányolom az IMAX változatot, de egyébként egy-egy. Hopp, csak mondom, oké, okay, megjött a pultos lány, fekete hosszú haja van a pultos lánynak, fekete hosszú haj, ében fekete hosszú haj, föl van tűrve az ujján a fekete póló, vagy rövid ujj, vagy hosszú ujj, és feltűrte, óra van a kezén, és egyébként nagyon lelkesen kiszolgál. És csinos?
nem látom az arcát, ilyen kimerevített képek vannak, amik fél percenként ugrálnak egyet, és elég totál a kamera, de elég messziről van, tehát ez így messziről látom. Hát ha szólunk ebben a kocsmában, és hívjon föl minket a lány, 555-55-00. Miután kiszolgált a Dezső bácsit, a törzs vendéget, aki egyébként már 7 óra 50 perckor is bemegy egy felesért. Igen, és bejött egy fiatalember norvég mintás pulóverben, vagy rénszarvasok vannak a pulóverén, mint Jim Carrey-nek régen az a Dumb és Dumberben, egy ilyen barna, fehér, vajszínű kék pulóver, amit ő visel egyébként. Ő is fölhívhat bennünket, ha hallja, hogy ez a hogy erről a kocsmáról beszélünk, amit megtaláltunk az online kameraképpel. Nagyon durva. Nem. Mit csinálsz? Kukkol, mit csinál? Beteg. Mit engem is érdekel? Beteg. Jó. A bácsit végre kiszolgálták, a norvég mintás pólós elment, akinek, annak az úrnak, aki meglehetősen telt alkatú, és a kabátjának, vagy a melegítő fölsének az ujján fehér csík van hosszába, illetve a lábán is ugyanilyen. Van egy baseball sapka is a feje tetején. Figyelj, most már valamelyik csak hallgat bennünket. Nyilván kicsi az esély, egy presszóba általában mi szól? Mi szól egy presszóba? Szent Mihályon presszó lesz? Igen, az a Szent Mihályon presszó lesz. Szent Mihályon presszó lesz. Ugye? Az szól, nem? Szerintem a presszóban lesz szó. Jimmy és Bunyos Pityu. Igen? Bunyos Pityu és Jimmy egyveleg van, igen. Azt mondja, hogy felismertem helyet, Zámbó Árpié konyhájában vagytok. Igen, és ők a család. A lány az Árpi festett hajjal, írja nekünk valaki, köszönjük szépen. Aj, és ők tényleg nem tudják, hogy őket nézik ebben. Ez a megdöbbentő. Kirak kamerát otthonra, azért ne törjenek be, mert én vendéglátóipari becsőnk, értem, de azért laksz online kamerát, nyilván tudsz csekkolni a saját lakásodat, így nem? Van, pontosan. A munkahelyeden vagy esetleg bármiféle probléma van, időnként ránézel a lakásra. Dobsz egy puszit anyunak. A festők. Igen. Csekkolod anyut is azért, így hogy mit csinálj. Hol tartanak rajta a festők. Igen, hogy sikerült-e már boldogát tenni a mosogatógép szerelőt. Tehát azért ez több szempontból is jó ez a kamera, és mi van úgy, hogyha valaki azt tudja, hogy van egy ilyen kamerája, illetve kameraképe, és van, aki nem tudja. Az is nagyon-nagyon durva. Na jól van, oké, nem tudjuk nyilvánosan bemondani, itt rengetegen kéritek tőlünk, hogy mondjuk be, hogy mi ennek az oldalnak a címet, ez interneten meg tudjátok találni egyébként pillanatok alatt. Mivel ez egy létező és elérhető verzió, így mi nem követünk el ezzel jogsértést, úgyhogy a Facebookra föltesszük a linket, aztán mindenki nyisse meg nyugodtan. Abszolút nem gondolom, hogy ezek tényleg ilyen összegyűjtött kameraképek, amik nincsenek kikódolva. És az is lehet, hogy maga a központba fut be olyan kamerakép, amin nincs internetkapcsolata, vagy ezek internetkapcsolatos kamerák, valószínű. A netes kell, hogy legyen netkapcsolat. Igen. Hát egyébként nem látnánk. Az egy kilométeren keresztül kábelt húzni valahova, nem, az net. Az valami netes kapcsolat. Valaki azt írja, hogy és ha perverzek, és tudják, hogy nézhetőek, és élvezik. Hát, a presszóba, én azt gondolom, hogy egy picit félszegek is visszafogadtak, mindig hátal ült nekünk. Igen, ha erről tudnak, akkor viszont tényleg nagyon félszegek, mert nem akarnak szembenézni velünk. Na mindegy, jól van. Érdekes ez a dolog. Ha valaki esetleg ilyen kamerarendszerekkel foglalkozik, az elmondhatnának ez, hogy működik. Egyébként valószínűleg nyilván ilyen netes kameraképek vannak fönt, igen. Tehát, hogyha te kamerát csatlakozik a netre, akkor látható egyébként gyűjtöd ezt egy merevlemezre, vagy valahova, de ha nem vagy net kapcsolatban, akkor nem is tudod ezen az oldalon megnézni. Na mindegy, gyerekek, a hírek alatt Mongóliában vagyok, ha kerestek, jó? Jó, mindenképpen. Jó, na, játszunk valakivel, itt is van a játékosunk, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Igen, itt valaki írja, hogy szia Balázs, jól veszem észre, ezek biztonsági rendszer kamerái és nem egyszerű webkamerák. Ne ijesszétek meg az egész országot, hogy dobják ki a webkamerákat. Remélem Afrikában jobb időtök van. Nem mondtuk, hogy webkamera. Írja egy forgalmazó. Igen, azért ezek nem webkamerák, de mi ezt nem is mondtuk, tehát nem a laptopodat hajtott ki, nem. És nézzünk meg téged, ahogy éppen kinyitottad a laptopodat, álmos szemmel szürcsölöd a kávédat, és három műsorvezető élőadásban rádi ezt, hogy látunk. Ezek valóban biztonsági kamerák, így van. Tehát nem volt szó webkameráról. Otthoni, munkahelyi, céges biztonsági kamerák. És hát nagyon érdekes helyekre lehet eljutni. Halló, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, szia Balázs, szia Feri, szia Csövi, Jani. Csövi. Hello, Juli, Zoli. Szia Anna, szia Laci, szia Zsül, szia... Ne csináld, megölöm magam. Na, törzs hallgató. Jézusom. Mert Balázs még a végén megkarasztikám. Nagyon durva, hogy még a Vikit is bemondod. Nagyon jó. Ugye? Zolikám, honnan hívsz minket? Én éppen itt vagyok az egyes villamoson, és egy megálló múlva ott a Feriék mellett.
Nem sikerül az ajándékcsomagot megnyerni, akkor erőszakkal fogom elhozni, úgyhogy Feri, készülsz rá. Jó, hát, már zároltuk a kapukat, úgyhogy nem tudsz bejönni. Hát az nem jelentett. Nagyon gondoltam volna, hogy meghalom azt, hogy egyes villamos és elérzékenyülök. Gondoltad volna, Jani, hogy azt hallott, hogy egyes villamos és kicsit hiányzik a villamos, kicsit, hogy itt lenne a villamos, oda szaladnék és így megölelgetném, hogy szia egyes villamos, de Istenem, hol jártál eddig? De aranyos vagy, de kedves vagy. Kérjük az urat, szálljon le az ügyfezőre. Igen, ó, de ez csak az egyes villamos, szeretném megölelni, olyan régen nem láttam az egyes villamost, és most öleljük meg a hetes buszt. Mondja Zoli, mit kérdezte, itt nincsenek villamosok. Hát nem sokat látott az egyes villamos, úgyhogy képzeld el, hogy hogy nézett itt 6 héttel ezelőtt, és kb. Ugyanolyan. Nem, most úgy mindenbe találok szépet. Még az egyes villamosba is egyébként, igen. Jól van, Zoli, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Hát akár csak ha itt lennének a szálloda előtt, mert hogy erre kelsz, erre fekszel, erre a hangra, nap 24 órában flexel valaki valamit, szerintem ezek ilyen teljesítménybérben vannak fizetve, hogy vágjatok föl 4000 kiló vasat az udvaron. Flexeljétek el! Tényleg, mutatjuk, mit érekelnek. Figyelj, Zoli! Aha. Ajjajjajjajjajj. Ajjaj. Én is azt mondom. Hát szerintem hallgassuk még egyszer, de... Jó. Hát nem menjünk még a hosszabbra. Nézzük a rövidet. Figyelj, jön egy rövid részlet, illetve hát ugyanez megint. Figyelj. Úristen, ez megvan nekünk az a szám? Az. Na, mi ez? Nagyon szép. Na, ne már. Figyelj, ha kitalálod, leadjuk 8 után. Nem. Mondj egy előadót, vagy egy dalcímet. Egy ország énekelte, óriás és sláger volt, mindenki ezt játszotta. Csóra muszifoly. Így. Csóra muszifoly. Kéungió. Ha. Csóra muszifoly. Kéungió. Azaz, Szóra muszifoly. Kéungió. Nem tudom, hogy van. Ezt megvetted, nem? Hétfő van. Nem, mondj egy dalcímet. Vagy előadót. Ha bemondod az előadót, hát, betérdelek. Az keményebb. Azt én tudom, mondja, az előadót. Tudulom, de nem fogadtam, hogy az előadó, nehogy már ne. Szóra muszifoly. Cseungjéongjéongjéó rá. Nem ez volt? De. Cseungjigoregogjéongjá. Szó szerint. Minden hang és minden szóltak stimmel. Te basszus, ugye, hogy így volt? A rohadt életben. Tudtam én. Nem vagyok előrébb. Na megmutatjuk, figyelj, hát sajnos már nem tudunk párni, pedig nagyon jó nyomon volt ez, Zolikám, figyelj, ez lett volna, illetve tudod, csak ugye nincs előadó, muszáj szigorúnak lennünk, hallgass meg! Kéungjió számi szifora. Mondtam, persze, hát tök igazad volt. Annyira égő volt, hogy mi nem tudjuk, te meg igen. Megőltök, meghallgatjuk 8 után. Lambada! Kaoma, Lambada! Kaoma! Hát nem jutott volna eszembe a számcíme, de... Kaoma, Kao holnap. Jézus, jó. Így van. Mikor jó egy kaoma? Ma vagy holnap? Legyen kaoma. Na jól van. Oké, Zoli, nincs ajándékcsomag. Köszi a játékot. Sajna. Felindulok hozzá, visszajöttem egy tőle. Gyere, nyugodtan. Várunk szeretettel. Oké. Köszi, Zoli, sajnálom, szevasz. Pedig majdnem megvolt. Ciao, hello. Hello. Akkor most nem hallgatjuk meg 8 után, mert nem találta ki? Viccelsz, dehogy nem. Igazából tudtam, mondtad, hogy nem találja ki, akkor is meghallgatjuk, ja. Csak így izgibb volt. Ja. 2 perc van, pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A Dzsungel Stúdióból. 8 óra múlt pontosan, 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy büntető dal után igazából, csak azért, mert a játékosunk nem találta ki, és kicsit azért örömmel hallgattuk mi ezt, ugye, hát Kaoma Lambada. És azon gondolkoztam, hogy volt néhány olyan dolog, ami más országban nem volt nagy siker, és mégis a magyar nép rákapott. Mondok egy példát, hogy mire gondolok. Például azt hiszem, kevesen tudják, hogy az Izaura című sorozat, azt képzeljétek el, hogy rengeteg országban egyébként megbukott. És az a durva, hogy a magyaroknál brutálisan beült a 126.
dél-amerikai szappanoperák egyike volt. Totálisan úgy zajlott le rengeteg országban, meg úgy ment Dél-Amerikában is, hogy egy a száz közül. És Magyarországon lehet, hogy azért, mert az volt az első, amit behoztak, de egy ország imádta. De nem volt ez minden országban így. Tehát nem egy világjárvány volt az izaóra, csak a magyar lakosság valamiért megkedvelte és gyűjtött neki. Bizony. És amikor Lucilia Santos Magyarországra jött, ő maga is megdöbbent rajta, így hogy van. Mennyi rajong. Hogy van, mondjuk Banjo volt és kettős látás. Pont annyi voltak, de mondjuk így is. Kezeket hányan vagyunk? Már látom, 3600-an vagytok, 600-an vagytok. Mondjatok neki, ne mondjon ilyet valaki, aki tud spanyolul. Szóval, hogy például Izaura nem volt egy világsiker, és nem is értik tényleg a készítők sem, hogy Magyarországon miért kezdtek neki gyűjteni, miért volt ez ekkora siker, senki nem tudja megmondani, hogy a magyar nép milyen kollektív tudathasadás miatt tudott azonosulni Izaurával. És azon gondolkoztam, hogy a Lambada is vajon egy ilyen dal volt? Mert ne, azt nem tudom, hogy világsláger mindenütt. Volt. Valóban világsláger volt, vagy csak mi úgy emlékszünk azért, mert nálunk mindenki azt játszotta, és a magyarok rákaptak a Lambadára. Vagy az tényleg világsláger volt? Imádták. Hallottad máshol igen, is? Igen? Igen, igen, azt szerették mindenütt. De ezt tudták is táncolni egyébként? Én egyetlen olyan embert nem láttam, aki így igazából jól tolta volna ezt. Nézd meg a videóklipet! Nem úgy értem, itt nálunk. Tehát a videóklipet persze mindenki kamura táncolta. Persze, de láttál olyat, hogy bementél egy olyan magyar diszkóba, és azt láttad, hogy megszólal a Lambada, és abban a pillanatban kimegy ugyanilyen jelleggel, ugyanilyen stílusban, ugyanilyen minőséggel, ugyanilyen vérforraló módon táncolni, 20 csaj, meg 20 pasi? Persze, fűszoknyában. Nem, a videóképben valamilyen fűszoknyában táncolnak egyébként, vagy valamilyen kis szoknyában. Yeah. Nem, ezt senki nem tudta. Tehát ezt senki nem tudta táncolni. Ahogy egyébként nyilván nem is lehetett. Nem tudom, milyen koreográfia volt. Miért a kacsa táncot is tudtuk? Ja, azt hát igen. Igen, nem az ugyanaz. Az majdnem ugyanaz. Pedig ezzel szerintem akkor be lehetett volna csajozni. Tehát aki ezt így jól tolta volna, az hívják bárhogy. Lehetett volna Smukkandor is. Akkor is be lehetett volna csajozni vele. Tényleg. Igen. Mondjuk azért Smukkandort megnéztem volna, egy picit meglazítja a nyakkendőjét, bemegy középre táncparkért, és azt mondja, kezd rettenetesen kapat. Csóra muszifoly. Emlékszel, hogy egy ország énekelt. Amin azt jelenti, hogy ez világsláger volt. Jó, én elhiszem, csak mondom, hogy vannak fura dolgok így a magyar nép történetében, ami egyébként nagyon érdekes, mert tényleg ez az Izaura, és hogy miért kattantak rá, vagy mit szerettek, nem, semmelyik országban nem volt ekkora siker, mint nálunk. Maga a klislemez, ez abszolút platina volt. És akkor a platina valószínűleg más jelentett, mint most. Igen. De te honnan tudod, hogy más országban is világsláger volt, Feri? Amikor kimentél Kaumát, Lambadát énekelni más országba, és voltál külföldön? Igen, akkor mindenki tapsolt, hogy milyen más ügyes. Más is énekelte? Igen, hogy milyen ügyes ez a fiú. Igen, az aradi bolha piacon is ez szól. Igen, és vitted eladni a csócsóasztalodat, és ez szólt a bolha piacon, és kiderült, hogy tényleg világsláger. Mire mondták, hogy Feri, Veresegyházán vagyunk. Amikor kimentünk Konyakért, Szabadkára. Na, például igen, Konyakért mentünk ki, sajtot vittünk kifelé, visszafelé konyakot csempésztünk be, és másolt kazettán lehetett kapni a Kauma Lambadát. De most sajnos nem tudok több hasonlatot mondani, vagy több ilyen példát, de azért érdekes nép vagyunk tényleg, nem? Hogy gyűjtünk egy Izaurának, ráakad erre a magyar tudat, és mindenki egy emberként ugyanazt érezve drukkol Izaurának, míg egyébként tényleg a 126. nem tudom milyen sorozatot kint, és senkit nem érdekelt a vakislány hányatott sorsa. Itt meg valami egészen elképesztő, mondom, mindenki rátapadt. Gondoljunk csak a Szulejmára. És azóta se fejlődtünk. Igen, a magyar történelemben maximálisan negatív hősként számon tartott Szulejmáról szóló sorozat. Magyarországon hatalmas sik. Imádjuk. Ugyanez nem tudom, hogy működne mondjuk Törökországban Zrínyivel. Próbáljuk ki. Jó, tényleg. Próbáljuk ki, csináljunk egy 6 részt, aztán vegyük el a törököknek. Na mindegy. Gyerekek, megfejtették a férfi kézújakat, és próbálunk segíteni férfi hallgatóinak, nyilván csak azoknak, akiknek vannak ujjaik, hogy... De rendes vagy! Na, jó van. Hát a faiparban dolgozom most, ebben az esetben margóra kerülnek. De ha már van egy ujja, segít, mert hogy az ujja alapján állítólag elmondja nekünk egy elemzés, hogy a hossz alapján, a rövid ujja alapján, a feltűnő egyenes, a hidegkéz lapos ujj alapján alkalmasak vagyunk-e arra, hogy házasodjunk, ugyanis állítólagosan minden ott van a férfi kézben, és kódolva van. Vagyis tulajdonképpen, ha megnézed egy férfi kezét, illetve az ujjait, akkor ez a nemzetközi kutatócsoport azt mondja, hogy a nők többsége arc után,
és a második leggyakoribb a kéz alapján mondja meg, hogy ez a pasi jó lesz-e neki párnak, vagy nem. Igaz, hogy tudat alatti a döntés, mert hogy nyilván nem ismerik fel a tüneteket tudati szinten, de ugye a nők a férfi kézek, vagy kezek olvasói. Aha, hát most nem akarok nagyképű lenni, de hetekkel később vette észre az ujjaimat. Előbb mással bizonyította, Jani. Ne, ha ezt nem mondtad ki, most álmodom, ezt nem mondtad ki, hallom. Ez nincs, ez a mondat nincs, álmos, most valaki felrász, hogy ébredjek föl. Ja, kit érdekelnek az ujjak amúgy? Tehát egy nő megnézi, egy férfi szerintem megnézi a női ujjakat, de egy nő megnézi a férfi ujjakat? Hát igen, megnézi az újakat, meg a régieket is. Szerintem egy csomó újat megnézni, nyilván nézi a régieket is. Hát azért ne feledkezzünk a régi férfiak. Miért csak az új férfiak jöhetnek szóba? Milyen világ az, ahol a régieket eldobják? Nem, nyilván arról van szó, ahogy te megnézed egy nő arcát, és tudat alatt kódolsz belőle valamit, hogy mint a mennyire szimmetrikus, vagy milyen a vonásai, vagy mennyire mérzésű. Ez a kutatócsoport azt mondja, hogy ugyanígy lehet kódolni a férfiakat az új alapján. Most nézzük meg, hogy hogy zajlott egy ilyen kísérlet. 30-40 férfiak tanulmányozták az ujját évekig, és megnézték, hogy ebből a 30-40 férfiből aztán hány házasodott össze, és újra összehasonlították az ujjait a régi ujjak képével. Vagy hogy zajlik ez a kísérlet? Engem mindig az érdekel. Szerintem megkérdezték a hölgyeket. Hogy? Hát, hogy a hölgyek mit néznek meg elsősorban a férfiakon, és hogy milyen benyomásra keltenek bennük a különböző testrészek, férfias testrészek. Jó, de hát... illetve, hogy a párválasztásban mennyi szerepet játszottak például ezek. Nézzük, fül, orr, gége, érted? És hogy mentek így. Mentek így külön-külön. Na de abból még nem tudod leszűrni, hogy az ujjaid neked milyenek, görbék, akkor te jó férj leszel. Igen. Na ez a lényeg, hogy hogy szűrik le? Tehát van mondjuk 30 férfi, aki minden nap bemegy az új laborba, és folyamatosan vizsgálják az ujjukat egész nap, és beteszik mindenféle üvegbe a kezüket, és figyelik az ujjukat, hazamennek, másnap újra vizsgálják az ujjukat, és közben megnézik, hogy ezek a férfiak elválnak-e, vagy nem. Tehát ezek a kísérletek egyébként hogy zajlanak? És ilyenkor nagyon vigyáznak az ujjakra, tehát mondjuk minden új külön tokot kap, hogy mit tudom, hogy van a hüvelyk ujjna, a középső gyűrűs ujj, meg van a kis új szállás. Beteg állat. Én álmodom, biztos, hogy álmodom. És mindjárt jön, hogy housekeeping. Bejön valaki, és fölkelek, és elindulok a rádióba, és rájövök, hogy jól van, oké, nyugodj meg, semmi baj, csak álmodtad, hogy az ujjakról beszélünk adásban. Jól van, tedd össze a laptopod, és indulj dolgozni, Kis Balázs. És mindjárt ez megtörténik. Felébresztenek egy housekeeping felirattal, vagy bekopogással. Szóval, jó, nézzük meg magát a kísérletet, de mindig gondolkozzunk el azon, hogy azért tényleg a francba hogy zajlanak ezek a kísérletek. Miért nem jön egy olyan nemzetközi kutatócsoport, aki azt vizsgálja, hogy a többi nemzetközi kutatócsoport hogy vizsgálja ezeket az ujjakat, érted? Tényleg. Nem az lenne jó, hogy egyszer kiáll egy nemzetközi kutatócsoport, és azt mondja, mi megvizsgáltuk azt a kutatócsoportot, aki az ujjakat vizsgálja, és az egész egy kamu. Miért nem? A csoportok miért nem vizsgálják egymást? Kedves kollégák, jöjjenek ide, most meg kell állapítanunk önök közül, melyikük a hülye. Igen. Kinek jutott az eszébe? Tudod, mi van, jönnek hülyébbnél hülyébb kísérletekkel, mi mindegyik kísérlettel foglalkozunk, hűítünk egy egész országot, minden férfi tanulmányozza az ujját, és lehet, hogy semmiféle tudományos alapja nincs. De nézzük meg, mit mondanak, jó, aztán majd nézzük. Hallgatóink igazolják, hogy velük kapcsolatban ez igaz, vagy nem. Ne legyünk szkeptikusak. Ne legyünk szkeptikusak, így van. Azt mondja, hogy alkalmas-e a házasságra? Alapjában erről szól a kísérlet. Tehát az ujjak alapján, hogy ezt most tényleg hogy vizsgálják, hagyjuk, mert abba csak belebonyolódunk. Milyen az ujjad, Jani? A melyik? Hát ugye a blokk. Figyelj, nekem egy viszonylag kis kezet adott a jóisten, arányos ujjakkal, picit tömpe ujjvégekkel, de ez már mondjuk így a mozgásnak köszönhető alapvetően. Mi is sokat mentek és elkoptak? Vagy mi az, hogy a mozgásnak? Ujjam mész, és 10 centit koptak az ujjaid? Görbülnek az ujjaim így évről évre. Ja, ezért láttam, hogy egy pókjárásba mentél a folyosón. Megértem, hogy 10 év hátrafele elszaladt, az én voltam. Megértem, hogy kopnak az ujjaid. Mi az, hogy sok mozgás? És ott is egy. A sok mozgáson rövidebbek lettek az ujjaid. Miért nem lábon sportolsz? Miért kell neked ujjon menni? Na, szóval, hogy rövidek az ujjaid. Igen, rövidek, kicsi. Szegletes, rövid, lapos, szegletes. Hideg, feltűnően egyenes, rövid ujjú, rendkívül hosszú, középső ujjon, nem esetleg tudom, van egy vonal? Ez a szag? Merre járt az a kéz? Kedves mutatója, mondd meg nekem, hol jártam. Na, de te nem merít, ugye az, hogy szóljál rá is, mert rövid ujj, rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható, feltűnően egyenes, hidegkéz lapos ujj, rendkívül lapos ujj, szegletes, rövid gyűrűs ujj, melyikre ismertél már? Ha a kis ujj nem lapul szorosan a gyűrűs ujjhoz, akkor tudod, ha valamikre ráismersz, mondom a jellemzést, hogy mit mondanak rólad és a házasságról.
Rövid négyszögletes. Rövid vagy és négyszögletes? Hát innen négyszögletes és rövid a Janié, mondjuk marha messze vagytok. De jó, de maradjunk igaz? Az ujjainál szerintem most mi. Igen. Jó, kocka vagyok. Feri, értem ezt a személyeskedést, de miért nem tudunk egy témánál maradni, most miért kell alkalmazni rövid és szegletes? Nézzük az ujjait. Rövid miért kell csapongani? Rövid és szegletes, igen? Mert ilyen tompa az ujjaim vége, egy kicsit szegletes. Rövid és szegletes. Rövid és szegletes. Azt mondja, hogy rövid gyűrűs ujj az jó? Igen. Oké. A rövid gyűrűs új ízületi gyulladásra és könnyű megbetegedésre való hajramról árulkodik. De miért mondja ez a kísérlet, hogy a férfi kézujjak elárulják alkalmas-e a házasságra, amikor neked ízületi gyulladásod lesz, és ezzel rémizgetnek? Semmi köze a házassághoz. Hát ingerült leszek akkor. Feri, milyen az ujjad? Hosszú, hegyes igen? végű, a gyűrűs ujjam az olyan hosszú, hogy háromszor körbeéri a kezemet. Hát könnyen hátrahajtható. Könnyen az. Hátrahajtható, igen. Jó, könnyen. Nagyon jó. Rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható? Hát hosszú. Jól érzem? Igen, rendkívül hosszú és hátra lehet hajtani. Mondj már egy igent, mert nem tudjuk felolvasni igen? a szöveget. Csak mondd, hogy igen. Igen. Jó, igen. Na. A beteges szenvedélyektől megszállott férfinak tulajdonítják ezeket az ujjakat. Iszákosság játékszenvedély. Így van. Igen. Iszákosság játékszenvedély. Nagyon és titkos érvhajhászat jellemzi. Áj, a rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható ujjakat. Nézd meg! Ez nagyon durva. Mutatom. Ez hogy betalált? Ez nagyon betalált. És nagyon szépen tudod hajlítani. Ez könnyű szerintem hátrahajtható. Tehát élfajhász vagyok, alkoholista, szerencsejátékfüggő, mondjuk az nem. Igen. De igen. A többi stimmel. Csoda, hogy itt nem kattantál rá a kaszinóra, mert hogy a hotel a szemben van egy kaszinó, és éjjel kettőkor mindenki oda jár inni egyébként. Nem, Feri máshol velire a pénzét, euró, ezreket perrel. Plüss állatokra. Vidáparkban, igen, plüss állatok megszerzésére. Na, Zsül, milyen az ujjad? Rövid gyűrűs ujjad van? Ja, nem az a Jani volt. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy rövid új. Kinek van rövid újja? Mert mondom, ilyenek a rövid újú férfiak állítólag. Zsül, neked rövidek az ujjaid. Zsülnek ilyen húskezei van. Neked tényleg olyan a kezed, mint amikor... Ugye? Úristen, egy szívlapát. Megfogsz egy gumikesztyűt, ráhúzod a slagra, megengeded a slagot, felfújod a gumikesztyűt, és egy ilyen kéz van ott. Nem ilyen az, hogy az ujja? Egy felfújt, egy ilyen slaggal felfújt gumikesztyű az ujja. Úristen. Kifosztottál ma reggel egy darásfészket, és megcsípte. Adjatok neki kálciumot, allergiát. Úristen. Megcsípett valami? De tényleg. Jézusom, a Benivel játszom ilyet, hogy slagra húzott gumikesztyűvel üldözöm a kertbe, és ugyanígy néz ki. Jó, mondom. Azt mondja, hogy egy rövidújú férfi állítólagosan a kísérlet szerint jól bánik a pénzzel, és hasznos üzleti vállalkozásba képes kezdeni, ugyanakkor a közönyös az érzelmekkel szemben, ami más bánkódik, ő azon is tud mosolyogni. Ezért van mindig az a kis mosoly a szád szélén, értem már? Ezek a rövidújú férfiak. Igaz ez? Nem igaz ez a zsűre. Egyrészt nem bánik jól a pénzzel, kettő semmiféle vállalkozási érzéke nincs. Na, jó fölhúztad a Zsült. Jó megemelted. Tulajdonképpen. Igen. Szóval, hát gyerekek, komolyan mondom, tényleg egyszer nézzék már meg ezt a kutatócsoportot. Ki ad ezeknek erre pénzt? Ki? Ki engedi, hogy 10 éven keresztül férfi ujjakot kutasson ez a kutatócsoport? Miért nem hagyják abba az ilyen kutatásokat, nem? Hát de most tényleg. Ezek milliók mennek el, hogy három doki fehér köpenyben férfi mutatóujjakat tanulmányoz. Miért engedik? Hát miért nem kutatnak a rákellen, vagy az écet? Érted? Mennyi mindent lehetne csinálni? Teljesen beteg. Azt mondja, hogy találtál még valamit, Feri? Milyen jellemzést kérsz? Van ilyen, hogy van a hidegkéz szindróma, egy csomó embernek nagyon hideg a keze, arra ír valamit? Igen. Az, hogy a hideg kéz és lapos ujj, ha együtt jár, az a józanész szimbóluma, és hosszú életkor várható a hideg a kezed. Soha nem dobnád el az életedet, ha szerelmi bánatod van, és tulajdonképpen ennyi. Tehát ez ilyen reális pacák, akinek lapos ujja van és hideg keze. Igen, nekem vékony hosszú. Igen. És az ujjam. Ez az egy. Azt mondja, hogy feltűnően hegyes. Feltűnően hegyes az ujjam? A mutatójod mindenképpen. Ugye? Feltűnően hegyes. A feltűnően hegyes ujjú férfiak azt mondják, hogy fogadásból beledugták egy ceruza egyezőt. Kihegyezték az őket. Rendkívül érzékeny lelkű, művészi hajlamot hordoz magában, túlélénk a fantáziája, folyton álomvilágban él, és emiatt kevés a kapcsolata a valósággal. Ez egyébként totális. Na most így az előbb a webkamerán keresztül, ahogy mutogattál a mutató ujjaddal, mint E.T. Neked annyira hegyes és hosszú. Csináld még egyszer?
Aha, mint íti pont. Íti, hát. Igen, tényleg hosszú. De hogy nem cukormázas csoki golyókat? Tessék? Szereted a cukormázas csoki golyókat? Miért? Az micsoda? Mert itt is szerette. Vissza szeretnél menni valahova? Itt haza. Hozd ide nekem Eliotot, csak akkor vagyok hajlandó megszólalni, ha ide jön Eliot. Egyébként nem beszélek. Igen, milyen fura lenne, hogy amikor megérkezünk a repülőtérre, és akkor Benni odaszalad és várja apukát, és akkor betotyog valaki. Jobbra balra gyűjtünk. Megjött Iti, megjött Iti. Gyerekek, az egyik új leírásban sincs említve a házasság. Tehát azért, mert valaki művészi hajlam vagy rossz az üzleti vállalkozásban, mi a fene köze van ahhoz, hogy alkalmas-e a házasságra? Ugye egyébként miről szól ez a nemzetközi kutatócsoport által elvégzett munka? Tudod miről? Hogy felvegyik a lóvét? Semmiről. Ennek az egésznek semmi értelme. Ennyi. Be kell kerülni egy ilyen kutatócsoportba. Egyre inkább azt érzem, hogy ez a perspektíva. Ugye? Bizony. Én kutatnád azt például, hogy a nagylábújú nők hány százalékban válnak el a kislábújú nőkhez képest. Felvennél egy csomó pénzt, és minden nap jön egy nő, megmutatná a lábát, és elvált, azt mondja, igen, akkor a nagylábújak elválnak. Körbe ez a kutatás. Hihetetlen. Egyébként döbbenet. Azt írja, hogy a középső ujján feltűnő vonalakkal rendelkező férfi, végre valami szó házasságra, állítólag minden ígéretet szigorúan betartja, nem riad vissza a nehézségektől, és családcentrikus. Mi? Ez a középső ujjon feltűnő vonalakkal rendelkező férfi. Mi ez a középső ujjon feltűnő vonal? Bele van tetoválva egy vonal? Hát én nézem, nem látok ilyet. Vagy bele van tetováltatva egy vonat? Na, ez a valószínűbb. Na most vesztetek. Igen, minden férfi, akinek a középső ujjába bele van tetoválva egy vonat, az abszolút igen, alkalmas a házasságra. Jelentkezzen ilyen férfi. Szóval, hogy érted, mit mond? Azt mondjuk, hogy a középső ujján feltűnő vonalakkal rendelkező férfi. Ez vonal? Állítólag minden ígéretét szigorúan betartja, nem riad vissza a nehézségektől, és családcentrikus. Tehát, ha te férfi vagy, és a középső ujjadon van egy vonal, de mindenkinek van az új percénél egy elválasztó vonal, ez... Hát ez nem vonal, Feri, amit mutatsz, az az új perc. Igen, én is ezt mondom, de akkor hol van vonal? Tehát miről beszél, milyen vonal van? Meg amit te mutatsz, mutasd az ujjad, az, ja, de... az a körömgomba. Igen. A kutya vásóka, hajtsd föl a körmedet, és kenjél alá egy kicsit. Az valami nagyon ritka változás, Feri, arról nem ír. Szóval, hát nem, ezt nem sikerült megfejteni. Hogy mi ez a feltűnő vonal egyébként a középső ujjon. Szóval, akinek nincs vonal, az nem alkalmas. Gyerekek, micsoda hülyességek ezek? Komolyan mondom. Baromság. Igen. Van más? Nem, az összeset elmondtuk. Hidegkéz, lapos új, rövid új. Rendkívül lapos új. Mi az, hogy rendkívül lapos? Hogy lapos? Tehát maga az új perced lapos egy kicsit? És akik présgép mellett dolgoznak, az... ők nyertek. Mert azt írja, hogy a rendkívül lapos újú férfiak egyébként vad, kegyetlen lelkületűnek tartottak a kísérlet szerint. Tehát minden férfi, akinek lapos az ujja, nem tudom, hogy lehet lapos, az vad és kegyetlen. Most megnézem oldalról. Ne nézd meg a tiédet, mert a tiéd ez nem lapos. Úgy néz neki, mintha néhány debreceni kolbász egymás mellé lenne, illetve hanyagul. Tudod, mi lenne a legdurvább? Visszamennénk az előző témánkhoz, bemennénk abba a 11. kerületi lakás, és azt látnánk, hogy a néni főzi a kakaót, és tanulmányozza a férje ujját. Az milyen? Mert hallgatják a rádiót. Mert ott lennének már az újabb konyha készen, vagy mi? Hogy tanulom? Nem értem. Hát, benne lenne a férje is. Igen, benne lenne a férje, és azt látnánk, jó, akkor nézzük meg az előző lakást, amiről hét után beszéltünk, visszakapcsolnál, már lefőtt a kakaó, ül egy ilyen cofos kislány az asztalnál, nagyon durva, és közben azt látod, hogy a férfi így nézegeti az ujját közelről. Akkor jönnénk rá, hogy szólunk abban a lakásban. Érted? Rezső, ne gusztustalankodjál már. Mit csinálsz az ujjaddal, Rezső? Semmit, csak a Balázsik beszélnek az újról, és tanulmányozom az ujjamat. Más éjszakánk óta semmi értelmesen nem használtam. Tehát meg kéne nézni, hogy ebben a lakásban tanulmányozzák ki az emberek az ujjukat. És akkor rájönnénk, hogy igen. Igen, ők hallanak minket. Rá tudnánk szólni. Te ott, cofos kislánnyal. Ne nézd az ujjadat. Szívbajt tudnánk ráhozni. Ez egy baromság. Na mindegy. De a legjobb egy ilyen kutatócsoportba bekerülni. Komolyan mondom. És most már van esélyed is, mert ugye nem az van, hogy nem úgy kezdődött. A legjobb állás, gyerekek. Nem úgy kezdődött, hogy egy brit. Hogy nem úgy kezdődött, hogy egy brit kutatócsoport, észrevettétek? Nemzetközi kutatócsoport, tehát Jánosnak is lehet benne helye. Volt benne egy kínai is. Tehát azt mondta, hogy oké, te mit csinálsz? Huán, nincsen semmi dolgom, gyere újakat tanulmányozni. Jó, fölhívtuk Kínába Xi'an Penget. Mit csinálsz, Peng? Épp ráérek. Oké, gyere újakat tanulmányozni. Fölhívták. Aki svéd jólopukkit, ő is elment újakat tanulmányozni, és összeállt egy nemzetközi kutatócsoport, ahol mindenki újakat tanulmányoz. Aha. És
De jó lopu ki emigrált Finnországból? Tessék? Miért tovább, hova soroltam? Svéd. Svéd. Jó, na, jó, hát jó. Átrándult a rokonokhoz, a svéd rokon. Messzi éjszakon nem mindegy, melyik országban ér a jó lopu ki. Svédországban, vagy Finnországban. Tök mindegy egyébként. Igen. És ott volt a kis Albán Pedro. Igen, és ott volt a lengyes salakmotoros, mikor csúszkál? Jaj, nem már! Mikor sodródsz ki, te? És azt mondták, mit csinálsz te kis, mikor sodródsz ki? Hát semmit, éppen készültek kimenni motorozni. Nem menj ki motorozni, gyere, inkább újakat tanulmányozni. És a lengyel mikor sodródsz ki? Elindult a kutatócsoportba. Nem már egyébként. És állítólag hívták a cseppostást is, hol a csekket? Hol a csekk? Hol a csekk? Hol a csekk? A cseppostás, hol a csekk? És állítólag ott van ebben a nemzetközi kutatócsoportban. Ez? Ebből tudtam, hogy 8-10, és hűlök, mert már csak 2 tudok. De tudsz még ilyet? Na mindegy. Jól van, 8:30 pontosan 3 perccel. Meghallgatjuk a legfrissebb híreket, jó? Az egyetlen kapcsolatunk a valósággal, és utána jövünk vissza, hármasugrásra lehet jelentkezni, ha valaki szeretne velünk játszani. Kedves férfitársim, dobjátok el ezt a kísérletet, ne higgyetek neki, ne tanulmányozzátok az ujjatokat. Rájöttünk 20 perc alatt, hogy az egésznek tulajdonképpen semmi, de semmi értelme. Jó, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal már is. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Morning Show élőben Dél-Afrikából. Így van, már csak 3 napon keresztül jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello, Feri! Hello, jó Bello! Szevasztok! Hello! 3:49 pontosan itt vagyunk a 63-as úton a Nagy Dorognál, a 22-es kilométernél nem működik a fénysorompó. Kaptuk ezt is SMS-ben, lassú haladás a budai alsórakparton, hatalmas dugó van a Margit híri lezárások miatt. 37-es főút Tejföl, 50 méter látótávolság, sok mazsola, átlag sebesség 60 km/h. Aztán az M7-es 42-es kilométerénél van egy fotózás, valamint a 175-ös kilométernél az M3-ason Debrecen felé figyelnek a rendéber őrei a Tejködben. Na, és ugye egy nagyon érdekes kutatásról beszélgettünk, és már nem is a kutatásra foglalkozunk, hanem inkább arról, hogy kik azok az elmeháborodott nemzetközi kutatócsoport, vagy kik a tagjai, akik tulajdonképpen férfi ujjakat vizsgálnak azért, hogy megfejtsék, hogy a férfi ujjak és a házasság között miféle összefüggés van, van-e egyáltalán, erre egyébként éveket szentelnek a saját életükből, ami számukra totálisan megdöbbentő. Megfejtették, illetve próbálták, hogyha rendkívül hosszú az ujjad, rövid az ujjad, feltűnő egyes, vagy éppen lapos, amit nem nagyon tudok értelmezni, akkor mennyire leszel te jó férj. És ugye végigvettük az ujjakat, majd rájöttünk, hogy hát semmiféle összefüggés nem nagyon van, mert ugye mondjuk van 2 házas ember, meg 1 nem házas, rád, egyedül talán rád mondtak jót, Feri. Ugye a beteges szenvedélyektől megszállott férfi. Igen, nagyon jól látod, ez tényleg én voltam. Igen, a rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható ujjak tulajdonképpen iszákosság, játékszenvedély és élphajházat jellemzi ezt a férfit. És arról beszélgettünk, hogy kik vannak ebben a nemzetközi kutatócsoportban, és rájöttünk, hogy összetesszük a saját kutatócsoportunkat. Igen. Ugye? Hogy kik vannak ebben a kutatócsoportban. Mert állítólag ott van a japán aglegény, ne, akit szintén beválogattak, a maradok a magam ura. Igen. Így van. Állítólag benne van ebben a kutatócsoportban egy japán aglegény, mert egy nemzetközi a kutatócsoport, maradok a magam ura, berakták. Döbbenet egyébként, nagyon, hogy milyen nagyon húzó nevek vannak. És mivel ő jöhetett, és gyakorlatilag még vele együtt egy másik japán kollégája is elvitte a sógorát, aki egyébként egy autószerelő cégnél dolgozik, ő cseregumi hamar oda. Jó, állítólag ebben a kutatócsoportban egyébként még benne van a görög szakács és a szarakoszt. Így van. Hát ilyen brutális húzónemek vannak benne. Egyébként csak mondjuk, hogy ez a mi saját nemzetközi kutatócsoportunk lesz, amit összecsoportunk, vagy összerakunk, mert hogy ez a mi tímünk lesz majd, nem? Egyértelmű, teljesen egyértelmű. És ő is hozta egyébként az egyik kollégáját, az egyik fizetőpincért, ugyanabból az étteremből, ahol dolgoznak, ő abrosz tiszta koszt. Atya. Én mondom, hogy erre elkezdünk rácsúszni, akkor ez egészen 10 óráig fogjuk tolni. Gyerekek. Ebben a kutatócsoportban van a holland táncos nő is. Na, ki? Van esze, de mire? Illetve egy korábban 2-es ügyekben belekeveredett spanyol. Tolva is López, de futasztán. És állítólag japán titkos ügynök is benne van, tudtad? Osonafoson. Nagyon íres Osonafoson.
Hát ez 30 éves, nem áll. Persze, és benne van még a rendkívül sok hegymászó belesetet átélt, nyilván lepotyog. Jó, na jó, adjuk abba, oké. Még egy valaki van, mert egyébként azért nemzetközi ez a kutatócsoport, mert beraktak egy szerzetest is, és ez nagyon durva, hogy nem gondolnád, hogy egyébként ilyen nemzetközi kutatócsoportokban benn van egy szerzetes, egy japán szerzetes, Nukupina Csakima. Igazi hülye vagy, bocsánat. Hogy hívják még egyszer? Ő Nukupina Csakima. És így fogják ők az újakat tanulmányozni, illetve mondjuk meg őszintén, mi állíthatnánk össze ezt a nemzetközi csoportot, mi így állítanánk őket össze, nem? Tehát ez lenne a mi tímünk. Őket leraknánk így közösen egy laboratórium, és azt mondjuk, hogy na, akkor vizsgálgassátok az újakat. Tehát körülbelül ennyi valóság alapja lehet egy nemzetközi kutatócsoport által felállított tímnek, akik egyébként a férfi újakat tanulmányozzák. Nem? Így ugye? Van, így van. De szerintem mindenképpen itt kellene benne. Ne. Egyet nevezhet. Ki lesz még benne? Balázs, igen, mindig mondtad a finn síugrót. Igen, a Porho Hessinen. Tudtam, hogy ez megy fejbe. Igen, ha rákérdezel, akkor így már tudom, igen, a Porho Hessinen, illetve benne lesz állítok a svéd, a finn kidobó. Na. A finn kidobó nagyon durva. A finn kidobó, tudod mi? Igen. Ő is ott lesz, ő nagyon híres, hallja, menjen innen. Így van. De mivel ez a kutatáshoz rengeteg idő kell, és sajnos a magánéletre nem érnek rá, ezért mindenképpen kell egy aglegény, és ha már aglegény, legyen egy görög aglegény, Stratos Marokbotoz. Léci, valaki ráncsok ki ebből az élethelyzetből, hogy ezt nem tudjuk abbahagyni. Na jó. Oké, hármasugrást játszunk. Ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. És nagyon fontos a stabil anyagi háttér is, amit egy holland bankár fog majd finanszírozni, ő pedig stekszavzomon bőven. Hát figyelj, a kutatócsoportnak nagyon kell az anyagi forrás. Halló, jó reggelt! Hello, Miki Nyicki vagyok. Hello, Mikor Nyicki, így van. Hello, Szabolcs, jó reggelt. Honnan hívsz minket, Szabolcs? Hello, sziasztok. Kőbányáról Sörgyárba vagyunk most éppen. Az igen. De melóztok, vagy isztok? Hát igen. Most melózunk, éppen utána iszunk. Melóztok is utána iszunk. Mit csinálsz a sörkészítés? Melyik folyamatát csinálod? A palackozás, hát vagy a keverés, vagy... Nem a sörgyárba dolgozom mi, de csak vizet hoztunk. Szódások vagyunk. Ja, szódások. Szikvizesek, szépen itt mondva. Van. És van előtted két ló, egy szekéren ülsz, és kiabálsz, hogy itt a szóda? Igen, és ráz egy kolompot. Rázol egy kolompot, hogy megjöttél? Amit rázok. És ugyanezen helyen kést is köszörülsz? Az nagyon jó, emlékszem ilyenekre. Na, milyenek a kérdések, Jani? Hát, ahogy így most rájuk nézek... Uh-huh. Nem nehéz. De? Nehéz, egy picit nehéz. A másodiktól már nehezebb. Szabolcs, van, aki segít, vagy egyedül próbálsz a kérdésekkel megbarátkozni? Hát kollégával vagyunk itt, ővel próbáljuk. Nagyon helyes. Na, jól van. Oké, Szabolcs, így szól az első kérdés. Klassz FM-es Morning Show-s nyakbakasztóért. Melyik kémiai elem kristályosodott változata gyémánt? Szén. Így van. Így van, így van. Csak szelet értettem, és picit elgondolkoztam, hogy a széle. Mehetünk tovább? Persze, menjünk. Egér alá tétért, így szól a második kérdés. Melyik dél-amerikai ország fővárosa Caracas? Hoppá, most már vagy. Ez egy picit nehezem. Ez már egy picit nehezem. Mondta Jani, igen, hogy azért bekeményít így a közepe fele. Ez egy kicsit tényleg nehezebb. Egy dél-amerikai országot keresünk, Caracas a fővárosa. Mindjárt lesz. Mit csinál a társ? Fönt van az okostelefonon? Bogota. Ha, igen? Bogota lesz, így van. Hát ezt nem tudom honnan szedtétek, de az nagyon nem jó. Nem jó, nem jó. Azt az oldalt kvízműsorokban többet ne használjátok. Igen. Ráadásul, igen. Nem tudjuk elfogadni, igen, mert egy Bogota, igen, hát más kerestünk, mert... Melyik dél-amerikai ország, mi egy országot kerestünk. Melyik dél-amerikai ország fővárosa Caracas? Így van. De hogy itt ugye te Bogotát mondtál, az egy város, viszont mi egy országot keresünk. És egy ország, az nem egy város. Jó, hát most söröznek. Bár vannak városállamok. Kivéve Vatikán például. Így ugye? Van. Vagy San Marino. San Marino, így van. Vagy így mondhatnánk van. Még mondjuk... Monakót. Monakót. Így van. Így van. Vagy mondhatnánk még Albániát, de az nem jó.
Jó, fújjuk le, fújjuk le. Na. Igen. Figyelj, hát Szabolcs, sok mindent elfogadtunk volna, nem jó. Mert Venezuela, ezt mondtad, de ugye Bogotát hát mondtad. Kicsit később. Igen, csak kicsit később. Sajnos szigorúan kell, hogy legyünk, ami nem lenne baj, mi szívesen odaadjuk. Csak tudod, ha veled nem vagyunk, akkor utána másra se tudunk. Bogotát mondtátok először, de Bogota nem jó. Mert Bogota ugye egy város, de miközben egy országot kerestünk. Tehát egyszer már válaszoltatok a kérdésre. Igen, mert hogy ugye Caracas és Venezuela lett volna a jó. Az ötös lotto húzás után sem mondhatod, hogy ja, nem a négyesre gondoltam. Igen. Szabolcs, egy picit szigorúak vagyunk, de ennek oka van, mert holnap valaki hibázik, akkor ilyen kezdve tudod, mindenkinek meg kell adni. De beszéltünk, és reméljük, hogy ez is óriási élmény volt. Persze, köszönjük szépen. Köszi, jó munkát nektek. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Igen, és sokan gondolhatják nyilván, ami hallgatóink közül, hogy jaj, ugyan miért, hát mégis mondta egy ajándékcsomag, hát most miért sajnáljuk? Nem azt az egyet sajnáljuk soha, hanem ugye a következetességet szoktam hangsúlyozni, hogy muszáj legalábbis valamennyire próbálni, nyilván emberből vagyunk, mi is sem tudjuk mindig tartani, de ha most megadjuk, egyébként kimondta, akkor utána holnaptól kezdve nehéz lesz valakinek azt mondani, hogy nem adjuk meg, mert rosszat mondtál, csak másodikra mondtad a jót, nem? Mással szemben nem lenne fair. Na, ezt most jó kidumáltuk szerintem, nem? Uh-huh. Elkajálták szerintem? Hibátlan volt. Szabunkat csinálszik. Na, jövünk vissza 9 óra után, és arról beszélgetünk majd, amiről már pénteken egyébként néhány mondat erejéig, talán ezt nem említetted, Feri, hogy indul egy műsor, vagy lehet, hogy már le is forgatták, vagy csak akarják, ami egy kísérlet lesz, mert hogy a Discovery Channel-en az egyik dokumentumfilmes le akarja nyeletni magát egy anakondával. Ugye? Így van, egy speciális ruhába fog majd bújni, ami állítólag kígyóálló, ezt fejtegettük pénteken, hogy ez hogy működhet, tehát fogalmunk nincs róla, és akkor szépen megeteti magát az állattal, és innen jön a második kérdés, hogy azt hogyjunk ki. Tehát, hogy élve marad-e az úriember, élve marad-e a kígyó, hát majd meglátjuk. Lesz egy ilyen reality, hogy ott van Juan az anakonda belsejében egy fejlámpával, és akkor ott kiszavazzák, visszamegy. Egyet hogy történhet ez? Felhívjuk Bodzolit, ami a drága vadállat befogónkat egyébként, hogy mondjál, hogy szerinte félig komoly a téma, nyilván félig kevésbé, hogy készülnek egy ilyen kísérletre, milyen, amikor lenyelhet egy anakonda, milyen a szorítása, azt hogy élik túl, mi történhet bent, lát-e ott valamit az ember, mit érezhet, hány fok van, és tényleg hogy tud kijönni. Nyilván gondolom visz magával egy zsebkést, azt egyszer csak kihajtogatja és kivágja magát, nem? Vagy elaltatják az anakondát és kiszedik a száján keresztül? Vagy megvárják, amíg a másik oldalon kijön? Magzatpózban, mesztelenül? De a másik oldalon az anakonda? Ki tud jönni a másik oldalon? Hol a tojócsövön? Vagy mi van a kígyónak? Tojócső. Hát valahogy csak kakil, nem? A kígyó is kakil. Ez az anakonda az élve szülő? Élve szülő. De nem, hát hogy érted, nem szülni fog, hanem... Tehát lehet, hogy az van, hogy ez az ember belemegy, és megvárja, amit az anakonda azt hiszi, hogy ó, beköltözött valami, hát akkor biztos teres vagyok, meg kell szülni, megtörténik a szülés. Mekkora lesz, de fog örülni apa. És az anakonda megszüli ezt az embert majd, aki megérkezik a szülőszobára egy fejkamerával a fején? És picit csalódott lesz olyankor az anakonda, elkezd így szagolgatni. Emberszagot érzek. Emberszagot érzek. És ezért... nem érzed, kisfiam. És ezért aztán újra megeszi, mert azt hiszi, hogy ember. Na jó van, szóval, hogy Bodzolit hívjuk, és próbáljuk megtudni a részleteket, hogyha ő csinálna ezt a kísérletet, hogyan készülne rá. Szerintem egy kicsit irigy is, mert azért ez egy jó ötlet, ugye bizony. Sokat feküdt skorpiók közé, meg csinált egy csomó mindent, de ez jó lett volna az ő fejből pattan ki, mert ezt közvetítettük volna végig egyébként. Annak biztos, hogy tragédia lett volna a vége. A vízisikló számára, amivel... Már az elején belepusztult volna a Zoliba. Na, meghallgatjuk Bodzolit. Jól jönnek a legfrissebb hírek, 4 perc múlva 9 óra, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt is mondhatnám, 4:10 lesz 4 perc múlva egészen pontosan, vagy éppen 10 óra lesz majd 49 perc múlva. Te aztán jobb be vagy tárazva.
Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás jobboldali pályán a 47-es, 48-as kavicsnál van egy kis terelés, úgyhogy mindenki figyeljen. Mérik a sebességet az M3-ason a 76-os kilométernél Debrecen irányába, üzente nekünk Lila. Aztán az M9-esen a Dunahíd felé egy nagy disznó van az út szélén. Hát reméljük, hogy négy lába van. Robi küldte nekünk, köszönjük szépen, és a külső bécsi úton egy kismalac rohangál az úton, komoly dugót gerjesztett. Nem is értem, hogy hogy kerül oda. Ezt Geri is elküldte nekünk, köszönjük, valamint még mindig nagyon lassú a haladás a budai alsó rakparton, hogy hát lezárták ugye ott valami feljárót vagy lejárót a Margit híd előtt, és emiatt hatalmas a dugó, úgyhogy a budai rakpartot talán érdemes elkerülni, egészen a az autószalonig, a filatorigátig. Nem, arra lakom, és gondolkoztam, hogy mi van ott, mert elfelejtettem a filatorigát. Ez ahol a szigetnek a bejárója van, odáig már állítólag visszadugult a budai alsórakpart. Tudom, mi jár az eszed, tudom, hogy még valakit beraknál a nemzetközi kutatócsoportban, látom, de léci, ne rakjunk be senkit. Nem, csak látom, hogy nagyon súlyos balesetet szenvedett a híres japán autóversenyző, kinyír a kanyar. Ne, úristen, nagyon sokan, tényleg egyébként nem lehet abba hagyni. Na, egy érdekes kísérlet, amiről már beszéltünk pénteken, és ezt most tovább folytatnánk, ha nem baj. Mondja mindenki, hogy nem baj. Nem baj! Semmi gond, mindenki. De te ott az autóban is mondd, hogy nem baj. Mert ugye a Discovery Channel az egyik dokumentumfilmében kitalálta, hogy Paul Rosoli, és ő... Ahogy hívják! Rosoli, nyilván. Paul Rosoli, az öreg csontkovács. Nem, tehát tényleg így hívják, Paul Rosoli. Egyébként kígyó biztos ruhában élve elfogyasztatja saját magát egy anakondával. Vagyis megzabálja egy hüllő. Nagyon szépen fordítottad, így van. És hogy fejkamerával ők ezt valahogy rögzítik, és szeretnék megnézni, hogy mi van az anakonda gyomrában, mert aki látott már egyébként anakondás videót, az tudja, hogy négylábút, kétlábút, kutyát, nagyobb gazellát, itt láttunk az interneten fotókat, elképesztő egyébként, hogy miket nyel az anakonda, tehát szemrebben is nélkült, Boeinget, egy 747-es, tehát hihetetlen dolgokat nyel le. És állítólag ez a pali ezt szeretné kipróbálni, és ezt a Discovery egyébként élőben, vagy hát felvételről, de megmutatja ezt a dokumentumfilmet. És mit csinál egy élőben, vagy tehát megvárja, hogy mit tudom én, a kígyó nem evett fél éve. Megvárja, amíg megébred, és ő odafekszik mellé, és kívánatosnak látszik, majd mint étel, vagy mi? Az anakonda... Szereti a... Aha, az anakonda csak... Az tudom, hogy ez egy állat. Az egy állat. Anna disznóit hívják így. Hogy az nem úgy van, hogy csak élő állatot eszik? Anna disznóit hívják így, anakonda. Húr is. Feri, segíts ki ebből, hogy feladom. Sajnos ez egy vákum. Ez húz vissza minket. Állj fel, Adin. Mondjad, mit akartál, hogy mit keresztél, Feri? Hogy csak élő állatot eszik az anakonda, vagy dögöt is eszik, mert hogyha ez be van öltözve, ez a csávó egy ilyen fekete nájlon zacskóba belehúz az embert, akkor ő majd ott vonaglik a kígyó előtt, hogy lássa a kígyó, hogy ő egy élelem. Hogy veszel rá egy anakondát, kérdés, hogy megegyen egy embert? Ha? Ez jogos, hiszen nincsen az anakondán lámpa, hogy égjen, hogy most éhes vagyok. Ez is igaz. Ez így igaz. Tehát mit kell csinálnod? Uh-huh. Oda kell feküdnöd az anakonda elé, és meg kell várnod, amíg éhes lesz. Mennyi időnként éhes egy anakonda? Mikor mondja azt az anakonda, hogy úgy ennék valamit? Ugye, ha valami nagyobb élőlényt elfogyaszt, akkor akár fél évig is emészti. Fél évig emészti? Igen. Mi az, hogy fél évig emészti? Fél évig benne van a gazella? Igen. Tényleg? És addig csak fekszik. És akkor semmi más nem csinál, csak amit fekszik. Nagyon más nem is tud, de mit csinál, állj a lábra, tehát azért ne túlozzunk, hogy fekszik, hát csináljon ilyen halkörzést. De oké, kijön az anakonda, ott van ez a pali, tényleg képzeljük bele magunkat a szituációt, hogy eteti meg magát? Ugye? Mit érdemes azzal, hogy kijön az anakonda? Kijön a házából, az odójából? Hol él az anakonda? Van egy ilyen anakonda lakhely, és akkor oda mennek az Amazonas völgyébe, és megtalálják az anakondát? Ilyen, mit tudom, ilyen mocsaras vidékeken ott elbújva. És ott van ez a Paul Rosoli, aki azt mondja, hogy rendben, engem ez most megeszik. Várja egy stáb. És ha nem jön arra anakonda, akkor aznap nem eszi meg semmi, vagy mindenképpen megeteti magát valamivel, csak ha nem jön anakonda, akkor egy pumával. Az igaz. Ez lehet, hogy ez a taktikája, hogy megetetem magam egy pumával, mert a pumát megeszi az anakonda. Lehet, hogy rám gyanakodna, mert embert nem eszik, pumát viszont igen. Megetetem magam a pumával, az anakonda erre jön meg, hát hoppa, egy puma bekapom. Igen, csak az már dupla bélés. Az anakondában
Így van. Majd de igazából a Pumában vagyok, nem az Anakondában. És egyszerre két múvit forgatok, mert ha felvágom a Puma hasát, belelátok az Anakondába. Tehát mi történik? Forgatom egyszerre a Pumát és az Anakondát. Tuin van műsor, show, a Discovery Channel-en. Érdekes a dolog egyébként. Tényleg érdekel bennünket ez a kísérlet, hogy ezt hogy csinálja meg. Mi az, hogy kígyó biztos ruha? Én ezt sem tudom. Tehát van a kígyó, aki brutális szorítása egy olyan ilyen vákumos ruhában, mint ami a vadászpilótáknak van, hogy például ne álljuljanak el, a lábát megszorítja, és a vért ugye fölpumpálja az agyába. Van egy olyan ruha, amit kitaláltak arra, hogy kibírja ezt a szorítást? Tehát állítólag az anakonda tehát olyan erősen szorít, hogy ketté szorít egy elefántot. Két kis elefántot középen elszorítja, és két kisebb elefánt lesz belőle. És sokáig elszorítja a két elefántot, egy idő után a két elefánt elkezd külön életet élni. Na, tehát hogy honnan szerzik ez? Mi az, hogy kígyó biztos ruha? Ahhoz tudni kell, hogy mennyi az anakonda szorítása. Nyilván tudják. Egyrészt, másrészt meg ugye ennek ilyen savállal, biztos van valami gyomorsav, vagy gyomornedv, ami elkezdi emeszteni az elejtett táplálékot, vagy elejtett állatot, és ennek is ellen kell állni a ruhának. De az is fura egyébként, hogy az anakondára köztudott, hogy először mindig megfojtja az áldozatot, és csak utána nyeli le. Tehát, hogy előtte egy folytásnak azért meg kell történnie. Az ott a veszélyesebb része szerintem a dolognak. Hát igen. De lehet, hogy az emberünk, ugye halottnak teteti magát végig, és igen. Akkor nem kell, hogy megfojtsa az anakonda, mert azt hiszi az anakonda, hogy ez egy halott ember, tehát megehetem. Így van. A Feri találta ki a jót, basszú. Na, és ezt sem mi forgatjuk. Hiszen mi történne, ha élő embert játszana el ez a Paul Rosie? Meg akarná folytani az anakonda. De nem élő, de hiszen tudja. Eljátsza, hogy halott. De hogy játsza? Mert látja, hogy jaj, nem mozog. A szívem! Igen! Istenem. Látja, hogy jön az anakonda, és azt mondja, eldől oldalra, és jön az anakonda, és azt mondja, mi történik? Igazából megfojtatnám. De miért folytsa meg? Hiszen meghalt. Tehát csak lenyelem. Folytás nélkül. Mi történik? Nem kell ruha. Aha, de lehet, hogy fertőző. Talán nem olyan jó ötlet, mégsem lenyelnem ezt a halott embert. És mi van, hogyha eldől jobbra, a kígyó pedig balra csúszik? Kopogtak az ajtón, vagy csak a fejembe kopácsolt egy bagoly? Nem. Ez utóbbit nem. Na, hívjuk fel Bodzolit. Kíváncsiak vagyunk egyébként a kísérlete humorizálunk. Ő minden őrültségben benne van, ő már a Hősök terén ugye már krokodilok közé is be akart feküdni. Ő bármit lát, befekszik, tényleg. Tehát, hogy bármilyen állatot lát, odafekszik mellé. Tehát ő egy a legnagyobb befekvő. Befeküdt már a skorpiók közé, kígyók közé, legnagyobb megmarta, a másikra ráfeküdt, a szegény konkrétan ellenanyagot vagy szérumot kellett neki adni, tehát hogy... A halál közeli állapotról is nagyon sokat tud nekünk mesélni. Azt mondja emberünk, aki a Twitter oldalán egyébként kiposztolta, hogy ő nem tesz kárt egyetlen állatban sem, csak még egy pillantra visszatérve rá, mert hogy állatvédők már tiltakoznak, hogy ő nem tud majd kijönni a gyomrából, mert hogy ott nem tudja visszaöklendezni az anakonda, hanem az a nyelőcsövén öklendezi vissza valahogy a táplálékot. Igen. Ezért nem lesz más megoldás, mint hogy a palit egyébként ki kell vágni az állatból, és állatvédők tiltakoznak, hogy ne öljenek meg egyetlen állatot se a film miatt. De ő azt mondja, hogy nem, csak nézzék meg ezt a kis filmet, és kiderül, hogy ő hogy tud majd kijönni az állatból. Akkor mégiscsak a Jani verziója van. Így van, a Jani verziója, tehát hátul. Hát, de biztos, hogy szükség van erre a műtétre? Tehát nem lehet valahogy kijöjjön? Így van, nem lehet, hogy például, hogy valahogy így arra késztetni, hogy kijöjjön belőle? Nem lehetne szólni például a lébényi kihajtónak? Ezt nem hiszem el! Léci! Beteg állat! Nem! Hogy azt kéne csinálni, hogy menjen el az az ember a lébényi kihajtóhoz, a 105-ös kilométerhez, egye meg ott az anakonda, és amikor azt akarja, hogy kijön, akkor a lébényi kihajtó kihajtja. Nem. Hol kell ezt az egészet leforgatni? A lébényi kihajtónál. Megvan, sokkal, én azt gondolom, sokkal humánusabb. Óriási. Ebben nem pusztul be egyáltalán a cseh, érted, mondom a lébényi kihajtó. Na, itt van az az ember, aki az összes naív és kicsit butus kérdése tudja a választ. Az az ember, aki feküdt már skorpió között, aki befeküdt már elefántok közé, csak akkor nem voltak ott az elefántok. Magamokat éppen az elefántok máshol tartozkodtak. Így van. A Magyar Észventúra, Bot Zoli, jó reggelt! Hello Zoli! Hello, sziasztok mindenki! Hello! Na, a legfontosabb, és emellett elmentünk, hogy mi a fene értelme van egy ilyen kísérletnek, hogy lássuk, hogy egy csávó bent fekszik egy fejlámpával. Zoli, te mit mondasz? Mi értelme van befeküdni egy anakondába? Semmi, mert csak az állat fog sérülni. Tehát ez 100%. Tehát akit lenyel egy totálisan ilyen kígyó. Totálisan öncélú. Tehát akit lenyel egy ilyen kígyó, ugye, hát az tisztában vagyunk, hogy az anakonda méreteivel, bár arról nem szóltak a híradások, mekkora állatról van szó, milyen hosszú anakondáról. Természetesen egy 2 méteres azért nem tud lenyelni egy ember.
tehát ennek az anakondának minimum 4,5, inkább 5 méter fölöttinek kell lennie. És tehát, hogyha valakit lenyel egy ilyen kígyó, ugye hát látjuk méretéből adódóan azért egy szarvas is le tud nyelni, vagy akár egy 3 méteres krokodilt, valakit lenyel egy ilyen kígyó, az ürülék formájába távozhat csak belőle. Tehát az, hogy itt mind a ketten az ember is, meg az állat is élve maradjon, annak az esélye nulla. Tehát valamelyik ott marad. Az 100%. Tehát, hogyha nincs ebben mennyibe valami... kerül egy ilyen anakonda? Mennyi az eszmei értéke? Hát ez a természetben lesz, hogy a forgatni, az eredeti élőhelyükön forgatják állítólag ezt a kísérletet. Hát itt ugye az anakonda az védett állat, tehát ugye a kipusztulás szélén lévő faj. Itt magát az állatot sajnáljuk, tehát itt én legalábbis magát az állatot sajnálom. Tehát valószínűleg ugye a kísérlet kedvéért biztos nem fog túlélni ez az állat, hiszen ha lenyel valakit, főleg ebben mit tudom én milyen ruhában, milyen anyagból lehet a ruha, de valószínűleg, hogy ugye hát ezt nem fogja megemészteni. Megmondom, miért tartom teljesen öncélúnak a dolgot, hiszen ha látni akarjuk, hogy mi van az anakondában, azért csináljuk, ahhoz miért kell az ember? Ha lenyeletünk egy embert, akkor az ember nem lát semmit, csak a kamerát, de ha te csak azt akarod látni, hogy mi van egy anakondában, miért nem nyeletsz le vele egy simán egy kamerát? Így ugye? Van, egy szonda, szondán keresztül, ugye, mint egy embernek az a gyomor tükrözés, ezt meg lehetne úgy is nézni. Tehát ez valószínűleg ugye cirkusz és kenyér, mit kellene érteni? Igen, ez tök öncélú az egész. Én valószínűleg tartom, hogy itt az anakonda fogja ezt az egészet megbánni, mert valószínűleg el fog pusztulni. Tehát máskor nem tudják kiszedni az embert, hogy életbe is maradjon, csak úgy, hogy felvágják az állatot. Na jó, de az nem lehet egy műtét, hogy felnyitod, kiveszed, visszavarod, anakonda, hello. Hát azért... Igen, köveket raksz a hasába fel, és amikor lemegy inni a patakhoz, akkor beleesik a... Igen. Na de hát pont ezt akar elkerülni. Ez egy másik mese. Képzeld, hogy kiugrik még a hasából piroska, meg a nagymama. Mondjad, Zoli. Ez ugye ez a természetben van, tehát ez nem fogságban, nem magángyűjtőknél, vagy állatkertben, ez ugye arról szól a történet, hogy ez a szabad természetben, az eredeti élőhelyükön van, és akkor most őrizni fogják az anakondát, amíg meg nem emésztik, tehát 6-7 hónapig, vagy ez hogy fog történni? Ugye, nyilván nem, ez valószínű megölik, és utána kijön. Így hát ez valószínű, így van. Az valaki azt írja, hogy egy kötelet tesznek a lábára, és utána kihúzzák belőle egy fával, ilyen nincs, hogy lenyeli az egészet, és a végén kihúzzák. Most nyilván nem ifával, de hogy... Igen, vagy megfogják az embert és visszahúzzák. Ez olyan öncélú kísérlet, én sem látom nagyon az értelmét. Nem, tehát ennek aztán semmi értelme nincsen. Tehát ez igazából biztos valószínűleg egy reklámfogás, a nézettséget egy kicsit növeljük, de ennek semmi értelme nincsen. Én teljesen jogos, hogy az állatvédők tiltakoznak amúgy, mert itt biztos vagyok benne. Tehát hogy az nincs, hogy mindketten túlélik élve. Tehát itt vagy van valami trükk, vagy az, hogy az egyik ugye meg fog halni. És én valószínűleg tartom, hogy a kígyót fogják erre feláldozni. Hát, de azt tudjuk a kígyókról, hogy ők tudnak olyat, hogy miközben nyelik a táplálékot, ha megijesztik őket, akkor azt kiöklendezik, és az... Igen, de akkor mi értelme van? Tehát, hogyha félig lenyelt az embert, akkor mi bekupucskálunk, akkor hát kígyó, tehát akkor nincs semmi értelme a kiöklendezés, hát akkor mi értelme a kísérletek? Itt arról szól a történet, hogy lenyeli egészen a gyomráig, ugye lemegy, és elkezdi nézni, kamerával elkezdik nézni. Bár sokat biztos, hogy nem fogunk látni belőle a sötétbe, tehát szóval igazából semmi értelme nincsen, ez egy nézettségnövelés, én valószínűleg tartom. Semmi más. Döbbenet, hogy egyébként hova jutnak el ezek a műsorok. Így, hogy 30-40 évvel ezelőtt emberek mentek, és akkor megmutatták, hogy a zsiráf, mit tudom én, a zsiráfot hogy kapja el, mint a krokodil, amikor iszik. És most már olyan szinten kell hajszolni a nézettséget, hogy arról szól a dolog, hogy egy pali kitalálja, hogy figyelj, George, arra gondoltam, hogy lenyeletem magam egy anakondával. Oké, ez tök jó, szerezünk egy anakondát, nyeles le magad. És itt tartunk tulajdonképpen, hogy ezek az emberek, akik elvileg nyilván szeretik a természetet, természeti járók ismerik, ott lenyeletik magukat egy anakondával, csak azért, hogy egyéni tudjanak alkotni. Tehát ennek hol a vége? Nem? Mint a túlélő műsorok, ott volt Bear Grylls, aki helyesen megoldott helyzeteket, most meg már ilyen jégtáblákra tesznek le mesztelenül embereket egy szem kamerával, és az a lényeg, hogy 40 napig maradjon életbe. És már operatőre sincs. Miközben egyáltalán nem életszerű a dolog. Tehát a totál beteg irányba megy egyébként ez a fajta televíziózás is, ha belegondoltok. Ezek a nagyméretű óriás kígyók nem emberevők. Tehát meg le tud nyelni egy embert, ugye, tehát hogy lenyel egy szarvas, le tud nyelni egy ember, de a természetben, hogyha az ember közelségét érzi, azért elmenekülnek. Tehát az ember nincs a táplálékuk listáján. Ez tényleg így van, tehát én rengeteg nagyméretű óriás kígyót is tartok, és egyáltalán egyszer nem volt az, pedig tisztában vannak az erőjükben, hogy rám támadtak volna itthon. Tehát itt valószínűleg ugye a természet, pedig itt el se tudnak menekülni egy terelmű körülmények között, ugye a természetben egy pillanatok alatt érzik az embert, akkor elmenekülnek. Tehát azt fel lehet hergelni úgy, hogy a gyarakondát, hogy lenyeljen egy embert,
de sokkal több kutyatámadás volt csak a múlt héten, mint halálos kimenetelű anakonda lenyelt volna egy embert. Át lehet egyébként verni valahogy a kígyót? Hogy azt higgye, hogy nem ember? Hát ez igazából az illatanyagok azok dominálnak, tehát az illatanyagok, olyan illatokat kell éreznie, hogy evésre késztetni, ugye hát mivel táplálkozik a gyanakonda, amiket ott el tud kapni, tehát krokodil például, vagy kajmánokat ugye ott el tudja kapni, olyan állatokat, amik a vízhez mennek, ugye oltanak tomjukat, patás, kisebb-nagy patás állatokat, és ha annak az illatanyagait, az illatmolekuláit érzi, akkor igen. De én nem nagyon hiszem, hogy ugye az embernek van egy illata, de be van öltöztetve ebbe a védőfelszerelésbe, az viszont teljesen elveszi ezeket az illatokat. Tehát én nem tudom, hogy fogják rákészíteni a kígyót, hogy lenyelje az ember, hát valószínűleg az is, ugye az nem fog látni a felvétel, mert ez nem élőbe megy, gondolom ez azért össze van vágva már, mikor adásba kerül, tehát itt valószínűleg, hogy valami olyan trükk lesz, ami biztos, hogy nem lesz jó a kígyónak se. Ha bevarják a csávót egy krokodilba, azt megeszi az anakonda. Hát nem tudom, tehát valószínűleg, hogy ilyen olyan dolgok lesznek, hogy... Hát most össze lesz csalva, persze. Tehát igen. Tehát ennek a valóságtartalma, ennek nincs. Tehát ez, hogy egy embert lenyeljen, és mindketten túléljék, tehát ez ilyen 100%, hogy ez nem létezik. Ez 100%, igen, az ötlet jó. Kicsit sajnálom, hogy nem te találtad ki. Milyen menő lenne, ezt le tudnám közvetíteni élőben, hogy Bodzoli a Hősök terén lenyeleti magát egy szöcskével. És bevezetnék láncon egy nagyon nagy szöcskét, és azt mondják, hogy úristen, senki nem látott még ekkora szöcskét, bejön a Hősök terén egy ilyen elefánt méretű szöcske, és lenyelni a Zoli. Nem? Ez már maga hír lenne. Ez már maga hír lenne. Készülsz valamire? Ja, és hát a Szilágyi természetesen ott ülne a kommentátori állásban, és közvetíteni, hogy igen, Zolit lenyeli a Hősök terén. Egy... ülne már, Szilágyi. Ja, tényleg. De szeretem, hogy erre te így ráfűző, ott ülne a szöcskében, igen. Ő mozgatná belülről a szöcskét ilyen karokkal. Most van valami álmod, vágyad? Valamire készülsz most? Hát most semmi ilyen nagyobb szabású dolog nem készült, most iskolákba járok. Iskolákba járok, előadásokat tartok, pontosan ezért, hogy az emberek azért megismerik ezeknek az állatoknak az igazi arcukat is, ne csak azokat, mint például ezt, tehát ezeket az arcukat, hogy embert lenyelnek, tehát ezeket a baromságokat azért a kisgyerekekkel azért meg kell magyarázni, hogy ilyen nincsen. Tehát ugye ettől fognak megijedni a gyerekek, ezért fognak félni a kígyót, úristen, ezen a csatornán megeszik egy embert, hát akkor pusztítsuk el az összes kígyót, vagy csúszomászot, amit találunk nyáron is a kertbe. Tehát igazából ezeknek a valóságtartalma annyi, mint a kígyó. Nyilván nincs semmiféle realitása, persze. Mint a kígyó háborújának, ennyi. Nincsen. Semmi. Nincsen nagy szőrös ember, meg. Jó, azért. Nem, azért ez miért most kellett? Azért nagy minden, ne romboljunk el. Nagyon nagy szőrös ember, igen. Alligátor teknőssel találkoztál mostanában? Nincsen hír róla? Tényleg, csönd van. Igen. Csend van, igen. Hát most tudod, itt van a rossz idő, beköszöntött a rossz idő, azok az állatok, a tropus állatok, amik megszöknek magángyűjtőktől, azok el is pusztulnak. Tehát ugye nagy hideg van, pillanatok alatt elpusztulnak. Az európai hüllők, amiket meg össze szoktak keverni magánygyűjtőtől megszökött állatokkal, ugye akkor azok meg most már téli álmot alszanak, tehát március-áprilisig. Ilyenkor télen nincs munka ilyen téren. Tehát azért használom ki az alkalmat, hasznosan szeretném tölteni, és azért megyek az állatkáimmal iskolákban előadásokat tartani. Tök jó. Jól van, Zoli, hát nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, kíváncsiak voltunk, hogy látod ezt a dolgot, valójában tényleg öncélúnak tűnik, de maga, mint kísérlet, ugyanakkor nyilván izgatja az ember fantáziáját, leginkább, ha az állat nem sérül, hogy a francba történik ez meg, milyen ruha van rajta, hogy csinálják, tökéletesen mondom, öncélú, mondom, én ezt aláírom, nincs, de nyilván érdekes. De olyan nincs, hogy nem fog sérülni. Hát nem tud, valószínű, persze, összecsalják. Zoli, nagyon köszönjük, vigyázz magadra, jó? Üdvözlünk innen a távoli Afrikából. Ciao, köszönjük. Jó, megmondjuk. Átadjuk. Ciao, hello. Ha már józan. Igen, ha már magához tért és kiózanodott. Ja, hogy kap levegőt a csávó odaben? Figyelj, nagyon sok kérdés van, igen. Az orrán is a száján. De mi a kígyó orrán, vagy hol? Igen, visz magával egy oxigénpalackot? Tehát a csávó egy búváruhában nyeleti majd le magát? Tehát tényleg, hogy kap levegőt egyébként? Jó, drága hallgatók, ha valaki tudja, hogy ez mikor megy le, én komolyan mondom, feláldozom magam, én ezt megnézem. Tehát, hogy most az állat elpusztul, ha nem, tudom, hogy ezzel is növelem a nézettséget, és további 6 anakondát ölök meg ebben a pillanatban, én ezt kimondom, de ha ezt már leforgatták, igen, nyilván azért forgatják, mert van rá kereslet. Hogyha valaki tudja, hogy utána jár, vagy ezt most valahol látjátok, hogy ez mikor megy, hol megy, akkor küldjetek már el nekünk. Jó, hogy ezt mikor tudjuk megnézni, kíváncsi vagyok, és akkor elmondanám, hogy a dolog hogy zajlott. Nyilván otthon vagyunk, mert
itt minden nap ugyanazon a tévében egy csávó beszél a szállodáról. Fura. Igen. Nagyon fura tévézési szokások vannak. Bekapcsolom a tévét, és egy csávó bemutatja mindig, hogy itt van az étterem, itt van. És mindig azt mondja, miért nem van más műsor? Miért nincs más műsor? És mindig ugyanaz van. Neked is az egyesem mindig ugyanaz van. Ugyanaz. Én többször végignéztem. A makettlovas mindig... szett megy még? Igen. A makettlovas. Hát, ahogy gyűlölöm. Valamilyen misó masa, az, vagy valami. Az mosó masa, és ez a mosodája volt, persze, oké. Okay. És a Futrinka utcában van Kaláka nénivel, persze. Misó masa mosodája. Na, tényleg, csak ha valaki tudja, vagy olvast, hogy ez mikor megy, akkor megnézzük. Laci elküldtett, hogy ez mikor megy. Na, megvan a dátum. De nem mondom be, hogy csak én lássam, hogy ti nálátassátok. Hát szemét. Nem, most azt azért nem mondom. Nem. Megnézem nem én, és elmondom, hogy milyen volt. Jó. Aha, jó? Hogy érdemese. Megnézni? Igen, azért nézd meg te előre, ha nem érdemes, akkor mi nem nézzük meg. Jó, felnézem nektek, jó? Jó, mindenképpen, jó, és olva. Tehát olyan leszek, mint egy szomelié néző, néző szomelié. Megkóstolom nektek a műsort, és nagyon ha jó, ajánlom. Ha nem jó a műsor, nem ajánlom. Tehát én most egy anakonda szomelié jó, leszek. És utána, tudod mit csinál? Nem eséld el, hanem mondjuk horgolj belőle egy falvédőt. Te hülye. Na jól van. 9:30 múlt pontosan 2 percet. Trafi van az M3-ason, a 154-es kilométernél Debrecen felé. Úgyhogy ott mindenki menjen egy kicsit lassabban. Mi pedig egy pici szünet után mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A rádiózás legextrémebb kalandja. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországból. 9 óra múlt, 40 perccel, 3-4-10 lesz, 4 perc múlva, 10 óra lesz, 19 perc múlva, mert már 9 óra 41. Megnéztem az előzetest, amit a Feri átküldött. Hát figyeljetek, azért ez tényleg durva. Ráadják a ruhát, egy olyan ruhát, ami gondolom ilyen nyomás álló, mert ugye sokan írják, hogy oké, de a kígyó szorításával mi van, erről beszéltünk még a témánk elején. Ráadják a palira a ruhát, ezt leforgatták, uh-huh. Tehát hogy ez készen van, és elindul az anakonda felé ebben a kicsit ilyen szkafander jellegű ruhában, és lefekszik a földre, és utána hopp, egy gyors vágás, és úgy néz ki, mintha a ruhát megtámadná az anakonda, tehát egy ilyen közeli, ilyen kis flesszerűen villanással rajta, vagy az anakonda már támadja a palit, és ott van vége, hogy tulajdonképpen ennyi, és mutatják a csapatot, ahogy megy az amazonasi őserdőbe anakondát vadászni. És aztán megtalálják, Pali beöltözik, és lefekszik az anakonda mellé, és ez a műsornak a promója. Nagyon érdekes, ezt megnézem. Súlyos. Nagyon, igen, megvan a dátum egyébként. Jó, de akkor ne nézd meg, vagy ne nézzétek meg. Rá sem merünk tekinteni, nálunk nincs is jó. Ilyen csatorna. Én már kiköttettem, tudod? Hogy te nézhess meg először. Nincs olyan, jó, nincs olyan, hogy én megnézem, ti is titokban megnézzétek, és tehát hagyjátok, hogy elmeséljem, de közben ti láttátok. Aha, tehát, jó. Hogy az legyen, nem hogy ti fog, tényleg nem. Őszintén csodálkozzatok azon, amit majd mondok. Hogy mi történt, jó? Jó. Megígéred? Meg. Jó. Akkor mutatjuk, hogy őszinte volt. Nem nézem meg. Jó, ne nézd meg. Nem is mondom meg, hogy mikor lesz. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Feri reggel elmesélt egy nagyon helyes történetet. Viszont ugye lánygyermeke 6 éves lett, és hát kitalálta Panna, hogy ő szeretne elmenni a Vidámparkba. Csak hogy mivel azonnali bontásra ítéltük a Magyar Vidámparkot, pontosabban a Budapestit, ezért Feri jó családapa lévén ugye elment. A közeli Vimba. A közeli Vimbe, vagy Vimba, és bement a Práterbe. Egy hihetetlen nagy vulkán Práterébe. És egy óriási vulkán Práterbe bement, és mindenféle forró lávák között a gyerek dobálhatott, ugye? És arról beszélgetünk, hogy milyen retro dolgokat talált Feri a vulkán Práterébe, Bécsben, ugye? És hát nagyon helyes dolgok derültek ki, hogy ugyanaz a kicsit lehúzás szagú dolgok mennek, mint sokszor, amit mi gondoltunk a Magyar Vidámparkról, hogy befizeted a 8000 forintot kettőtöknek, és az első, amire fölülhet, az egy quad 200 forintért. Ez konkrétan így járta. Erről beszélgettünk. És egy kutatócsoport is szóba jött. Így van. Egy kutatócsoport, egy nemzetközi kutatócsoport, amit aztán mi leváltottunk a saját általunk preferált személyekkel, és hát ugye megállapított ez a kutatócsoport nem kevés pénzből azt a nyilvánvaló baromságot, hogy a jó családapaság között, meg az ujjak hossza, mérete, szélessége, lapossága, szögletessége között van összefüggés. Nincs összefüggés. Abszolút nincs összefüggés. Kedves hölgyeim és uraim, nincs összefüggés. Megnéztük mi is az ujjainkat, kiderült, hogy az egész kutatás hülyeség, és arról kezdtünk beszélni, hogy vajon kik állítják össze ezeket a nemzetközi kutatócsoportokat. Nem minden kutatás hülyeség, mert valamikor vízhez is lehet így jutni. Így van, az mondjuk fontos, de hogy kik állítják össze ezeket a kutatócsoportokat, és ahogy Jani is mondta, mi összetettük a saját kutatócsoportunkat, ez egy nemzetközi kutatócsoport volt, és a mi embereinkből állt. Ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Here we go. Morning Show.
Klassz FM-en. Atya, úristen, 8 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, hát fogom a fejem, sőt, fogtam egész reggel. De én nagyon bírom, tehát ezt én nagyon bírom. Hol a Jani? Nem látom a kis képernyőben. Elment mosogatni. Én nem merem elmesélni ezt a történetet, annyira szürreális. Hogy hova ment a Jani? Szállodában van egy csomó fekete. Nem, megleptél, mondjuk megleptél. Tudod, Afrikában. Ez a hely, tele van fekete emberekkel. Nem a Jani, rájött, hogy 10-ig van reggeli, illetve hát pontosabban itt már ugye 11 óra van. Aha. Lerohant, hogy sütessen még gyorsan magának az étterem zárás után egy omlettet, de ja, ahogy megjött, látom, egyébként igen. Sikerült. Ránk itt úgy néznek már, mint a családtagok lennénk, fél órával az étterem zárás után még bármit megcsinálnak nekünk, mert minden nap itt vagyunk. Úgyhogy Jani lerohant, de megcsinálták egyébként. Meg, nagyon rendesek voltak. Igen, ismerünk az összes szakácsot, az összes pincért, az összes recepciós, tehát itt tényleg mindenki a barátunk. Akkor most nehéz lesz ott hagyni őket? A barátaitokat. Hát azért azt nem mondom, hogy nem lesz könnyű. Olyan nagyon fognak hiányozni, azért a nagy barátságok nem születtek, de tényleg, tehát hát van két recepciós, van egy főszakács, van két pincér, mindenkit ismersz. Konkrétan. Nem? Megcsinálták? Megcsinálták, nagyon jó fejek voltak, még picit késtem, mert rengeteg sportcsatorna van, és egy egyik be volt kapcsolva most a sérül, és ment, játszott az egyik kedvenc japán játékosom, egy japán asztali teniszező. Ide-oda futam ujja. Jani, ne kérlek! Menjünk el aludni egy kicsit, aludjunk. Ide-oda futam ujja. Az alvás kihoz ebből az álvalóságból, amiben mi most itt létezünk tulajdonképpen, azt gondolván, hogy ez az igazi világ, de nem, ez egy álvalóság. Csabikám, mi újság van oda-haza? Figyelj, várunk titeket haza szeretettel, de nem baj, hogy ott vagytok, mert ha ennyire viccesek vagytok, maradjatok. Figyelj, minden rendben tudom. Van, tök jó idő van, meg volt a Márton nap, ettünk libát, csodálatos élet van idehaza. Most volt. Holnap lesz, igen. Holnap lesz. Ja, holnap csak hát most lesz. Hétvégén voltak azok a rendezvények, amelyeken be lehetett gyűjteni ezeket, nem kellett otthon. Bár a Ferinek a pénteki receptje az volt, tehát bárki otthon is elkészíthette, de mi azért inkább elmentünk. Az a biztos, mi? Igen. Ez nagyon durva. Hogy az emberek libát esznek ilyenkor. Szörnyű, mi? Annak csak a kombiák. Mindig van valami újdonság. Fura, az emberek miért akarnak minden ünnepen mindig megenni egy állatot? Észrevetted? Ez ilyen beteges, hogy karácsonykor az amerikai pulykát ölnek, most így megöljük van. Az összes libát. Mindig megölsz egy állatot, hogy megehess. Csak nem? Egy valaki van, aki mindig káposztát főz, hely vargáni. Úristen, álmodom, mindjárt jönnek, housekeeping, bejönnek, fölébredek, és elindulok hétfő reggel rádiózni, és elmondom majd, hogy képzeljétek, olyan furát álmodtam, 6-tól 10-ig ilyen fura dolgokról beszéltünk, beülök, és tök normálisan lemegy a műsor, ez lesz, mindjárt felébredek. Nem felébredsz, lejössz az adásba, és ez lesz az első mondat, amit Janitól hallasz, hogy tudod ki ez, aki káposztát fősz, hely Margán. Igen, atyaisten, na hívjuk a naphallgatóját, az most nekünk kell, hogy hívjuk a naphallgatóját. Már nyomkodja a gombot, csörög. Ninsó. Show. Az így van. Van. Ez a Ninsó. Így van. Jó reggelt kívánunk. Hello. Na. Imi. Hello, Imi. Hol hallgatsz minket? Itt Kecskeméten. Kecskeméten? Mit csinálsz ott? Hát én szakács vagyok. Szakácsként dolgozom. Szakács vagy? Szakács, szállodában, igen. Vagy egy szálloda éttermében? Egy szálloda éttermében, igen. Mi szoktunk oda járni. Szállodában ritkán szakácskodnak, étteremben sokkal inkább. Most gondolod, hogy a recepciónat egy szakács átadná neked a szobakulcsot, hát milyen fura lenne az, nem? Igen, sajnos nem tudok kulcsot adni, viszont egy hemendexet bármikor összetudom. Írtál nekünk SMS-t, ugye azt igen. Írtad, hogy te is beleraktál még valakit a nemzetközi csapatunkba, a földön kívüli biztonsági őrt, ő a security. Jó, köszönjük. Ezzel a nagyon fáradt dologgal lettél a naphallgatója. De passzolt a mai naphoz, amennyire beteg volt. Úgyhogy van egy szép kis ajándékcsomagod, amit küldünk neked, jó? Ó, köszönöm szépen. Van már tőlünk valamit, vagy ez az első? De nem, ez az első még. Próbálkoztam már, de nem sikerült, most sikerült. Örülünk, jól van. Akkor jó munkát neked is, vigyázz magad, de küldjük, jó? Egy körülbelül két hét. Köszönöm köszi. Szépen. Ciao. Hello. Ciao. Ciao. Anna, hello, mondani akarsz még valamit? Olyan kis helyesen beálltál oda a képben. Nem, csak itt álltam, vártam. Hello. Szia. Na, ma még nem is beszéltünk. Azt hiszem, elég is volt a srácoknak. Álltam, vártam, volt valamilyen dal. Jó van, Csabikám, remek zenéid lesznek? Remek zenék mellett megint csak játszom. Tudjátok, van nekem ez az
őrült nagy szívem, és mindig szeretnék adni, úgyhogy óránként lehet nyerni a Havasi Balázs koncertjére, mert nem is annyira koncert, hanem az az egyik leglátványosabb show ma Magyarországon, szóval erre a show, koncert showra lehet páros belépőket nyerni. Ez ilyen karácsony előtti buli, nem? Ez december elején lesz, 6-án, 7-én, és a 7-én. Ja, tényleg, de hülye vagyok, nyáron ő nem játszik. Úristen. Szerettem elmondani, hogy a 7. a vasárnapi koncertre Havasi. És James Blunt-ot hozom nektek még minden mellé, mert hogy ő is koncertezett nemrég, ugyanott az arénában. When I'm from Love Again. Igen. Hogy? Mint fura, hogy a Balázs nyáron nem is koncertezik, de most már értem, miért nem koncertezik nyáron. Brutál show-t csinál, tehát így fölemelkedik a zongora, pörög, oda van rögzítve, tehát így hihetetlen show állítólag. Tavaly voltak néhányan. Már sokan voltak a koncert az ismerősen közé, és azt mondták, hogy ami elképesztő egyébként. Tehát, hogy ilyen világszinten kell valamit a zongorában, hogy el nem mozduljon. Most ez komolyan kérdezem. Hát persze, a kalapácsok ráesnek a húrokra. Nem, meg valahogy felemelték az egész zongorát, és így megpördült a színpadon. Az a dob volt, amit megforgattak egyébként. Jó, Csabi, miért kell mindenbe belekötni, most itt hype-olok egy sztorit, zongora, dob, hát valami pörgött. Ja, mert a kis Andy pörgették meg úgy, mint a Mötley Crüe koncerten a Tommy Lee-t. De nem hangzott jobb, hogy a zongora pörgött? De az sokkal jobb. Igen. Na jó van. Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszáma, itt lehet tőle dalt kérni. Így van. És így várom van. Is. Mi pedig holnap 6 órakor jövünk Tibivel, ugye, mert itt hogy van. Kedv van, úgyhogy kasz a kedv van, Tibi is itt az lesz. Utolsó, az utolsó ilyen kijelentkezés, vagy kitelepüléses-e. Bejelentkezésünk. Na mindegy. Az utolsó kinti bejelentkezés, ezt akartad mondani. Csabi, jön a kívánság műsorra, holnap 6 órakor jövünk. Szevasztok! Hello. Ciao, ciao! Sziasztok! Ez volt már a Morning Show egyenesen Dél-Afrikából.